Nem tudom, lehet hallani így? Hátul is lehet hallani így? Akkor nincs szerencséjük. Jó, akkor viszont én is szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. Hát mondjuk rászolgáltatok az atyai szigorra, de ezt most akkor zárójelbe tesszük, és majd utána megbeszéljük. Tehát minden esetre megköszönöm a közreműködést, azt, hogy vállaltátok, azt, hogy ezt a szép kis ilyen felelgetős, népi felelgetős játékot eljátszottátok nekünk, és hát külön köszönöm Bárdosi Ildikónak. Nem tudom, hogy te választottad, vagy pedig kiválasztották neked, nagyon szépen illeszkedett mind a két ének is. Hát ugye egyik sem népdal volt, mert az első az egy virágének, a második pedig hát egy hát dicséretnek nevezzük ezt ugye a református liturgiában, de nagyon szépen nem csak tartalmilag illeszkedtek, hanem még a dallam vezetésük is nagyon szépen rímelt egymásra ezzel az ereszkedő dallammal. Érdekes, hogy amikor ezt mi énekeltük annak idején, mi az utolsó sort, azt egy oktávval feljebb énekeltük. Nem tudom, szoktátok-e ti is, de mert ez tulajdonképpen nem egészen szabás, mert ez a szabás, ahogy te most elénekelted, de az utolsónál legalábbis az ember várta, hogy most akkor kirobbanunk innen. Tehát mindegy, ezt nem árt, ha tudjuk, lehet így is énekelni. Hát aztán a gyülekezet, hogy énekli, az már mégiscsak a tiszteletesnek a dolga. Hát én most egy kicsit bőveblére ereszteném, nem tudom, hogy nagyon fognak-e rám haragudni, de hát végül is azt hiszem állandóan nyitva van a kijárat, úgyhogy a menekülés útvonal az szabad. Én öt pontban próbáltam összefoglalni azt a keveset, amit ezzel a könyvvel kapcsolatban elmondandónak véltem, és hát nagyon kevés átfedés volt a bevezetőben, aminek örülök. Tehát egyrészt, hogy volt önálló véleményük, másrészt pedig, hogy hát azért maradt nekem is valami kevés, amit elmondhatok. Na most miután itt a világítás nem az én szemeimnek megfelelő, tehát ezeket most már csak így. Tehát az előzményekről valamit. Ebben a könyvben mindjárt harmadik ilyen átkötő szöveg, mert tudjuk, hogy három ilyen átkötő, mindjárt bevezető rész, ami előkészít a népmesékhez, és két-két népmese között, ilyen nagyobb népmese elemzés között van egy-egy ilyen átkötő szöveg. És az utolsónak kerül csak sor arra, hogy a cím magyarázatot kapjon. Hát én nagyon remélem, hogy azért azt sikerült ott megmagyarázni, hogy tudnék, miért nevezhetjük ezeket. Ez is a címe annak az átkötő szövegnek, hogy miért nevezhetjük a nép meséinket szentbeszédeknek. Na most, én nem akarok lelőni poénokat, tehát ami olvasható, az olvasódjék. De azért van kiegészíteni való ehhez is, a többihez is. Tehát itt minden esetre megpróbáltam érzékeltetni, ez nem ősvallási kérdés, tehát most nem is abból az irányból indultunk el e felé. Mi kifejezetten a népmese elemzések irányából indultunk el. És bármilyen furcsa, egy-két éves intenzív népmese kutatás folytán egyszer eljutottunk oda, hogy ha én valóban a mélységi irányban is akarok tájékozódni a népmesék világában, tehát nem csak felszínesen, tehát ahol egy kacor kiráz macska és semmi több, és hogyha ő azt mondja a mesében, hogy ő minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma, akkor ez egy hazudós nagypapa, de ez egy ilyen hazudós nép, hogy még amellett, hogy bűnös nemzet, még hazudós is. Tehát ezt ugye el lehet hitetni egy nemzettel, ha tartósan magyarázzuk neki. Hát nekünk még így magyarázták, ha egyáltalán szóba került a népmese. Tehát minden esetre el lehet így is tájékozódni a népmesék hát hogy mondjam, közegében, és akkor a tanúság egyértelmű lesz, és vannak, akik szeretnék, hogy ez legyen a tanúság. Az, hogy nem érdemes velük foglalkozni. Tehát, hogy elavultak, mennyivel jobbak ezek a műmesék, ugye Janikovszki, és itt tovább, és itt tovább, és ezeket most már ideje lenne elfelejteni. Egyébként az egész nemzeti nyelven való gondolkodás, nemzeti műveltség, mi az, hogy nemzet? Ez egy meghaladott dolog, felejtsük el. Tehát ezek benne vannak a levegőben, én ezt nem bírálólag mondom most, hanem egy helyzetjelentésként. Van, aki ezt megtapsolja, van, aki úgy gondolja, hogy ez most egy időszerű dolog, és
Nekünk most nem hiszem, hogy az a feladatunk, hogy vitatkozunk olyanokkal, akik már eldöntötték, hogy túllépnek a nemzeten, és aki mégis vállalja a nemzeti létét, az valamilyen úton módon leselejtezik. Hogy ezt milyen úton módon, ez még lehet, hogy megbeszélés kérdése, de leselejtezik. És ez most folyamatban is van. Na most a helyzet az, hogy tehát a népmeseink irányából közeledve nagyon hamar eljut az ember odáig, hogy hát ezek tulajdonképpen egy erkölcstannak a közvetítői. Tehát nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy a népmesék elejétől végig, akár rövidmese, akár állatmese, akár bármilyen legendamese, mert ezeket úgy szépen szét lehet ám szortírozni. És a néprajztudománynak az egyik feladata az, hogy ami egységében közölne valami nagyon fontosat, azt lehetőleg részekre szabdaljuk, és az egyes részeket külön tárgyaljuk, majd utána eldöntjük, hogy aki az egyikből még mer átlátni a másikba, azt most kirekesztjük. Tehát az a partvonalon kívülre szakad. Tehát nehogy már véletlenül valaki úgy gondolja, hogy mondjuk egy pásztor művészeti készség, tehát mondjuk maga a készség is rajta, a pásztorművészet emléke, az bármilyen módon is összevethető egy népmesei fordulattal. Például, ha én látok mondjuk egy pásztorkészségem, mondjuk egy tükrös fedélen, mondjuk egy olyan sast, amelyiknek nem egy feje van, hanem kettő, és a kettő így széthajlik, akkor én abból egyedül és kizárólag Habsburg címerre asszociálhatok. És eszembe sem jut, hogy esetleg ez nem két fej, hanem ez egyetlen fejnek a két irányban szimmetrikusan való kihajlása. Miért nem jó, ha erre gondol? Mert akkor újabb bűnt fog elkövetni, mert eszébe fog jutni a fehér ló fia mesének az egyik nagyon fontos jelenete. Amikor a griffmadár hátán megy föl fehér ló fia, az alsó a téli, a sötét világból a felsőbe, miközben ez a nagy madár a fejét hol az egyik irányba fordítja, hol a másikban, megint ebbe az irányba, megint. Mi lesz ennek az összesített mozgásképlete? A kétfejű nagy madár. Ennyit erről. Tehát ez azt jelenti, hogy két dolgot ilyenkor azonnal fölfedezni, aki merészeli ezt az átlátást megkockáztatni. Az egyik az, hogy nincs külön ábrázoló művészet és külön szóbeli népművészet. Ez egy és ugyanaz. Ugyanarról szól, ugyanazokkal a képjelekkel, és ha én az egyikben elvesztem mondjuk a tájékozódásomat, nyugodtan átnézhetek a másikba, mert ott meg fogom kapni. Mert itt valóban a teljesség képleteződik. Na most a másik ilyen tanúsága pedig az, hogy ha én ábrázoló népművészetet figyelek, akkor abban, ha valami nagyon hasonlít és kettő van belőle, az nem biztos, hogy két egy pillanatban megjelenő valaki vagy valami, hanem ez lehet ugyanannak a valakinek vagy valaminek, tehát például magának a madárnak, vagy a fejének a nyakával együtt, lehet két egymást követő és egy bizonyos zárt térben ismétlődő újra megnyilvánulása. Tehát magyarul, hogy itt nem statikus képletekkel állunk szembe, hanem dinamikusokkal. És hogy pont ez a lényege a magyar népművészetnek minden ágazatában. Tehát nem statikus képletekkel kínál bennünket, hanem dinamikusokkal. Na most az életre melyik a jellemző? Tehát ma már a tudománynak a legezoterikusabb része is, ezt úgy értjük, hogy az akadémikus tudomány, mert annál ezoterikusabbat nem nagyon lehet kitalálni. Tehát minden esetre ez a tudomány is vallja, hogy nincs ilyen, hogy anyag külön. Tehát létezik az energia, és annak van egy gyors változata, és van egy lefékezett változata, és akkor beszélünk anyagról, mikor ez kellő mértékig lefékeződött. Tehát melyik a domináns? Nem az anyagból vezetjük le az energiát, hanem az energiából az anyagot. És ezt nem lehet megfordítani. Tehát ez azért nagyon fontos kérdés, mert az egész magyar népművészetnek ez a lényege. Tehát a világot alapvetően mozgásában tartja jelentősnek, ilyen módon próbálja modellezni, és ennek bizonyos szakaszaiban, ahhoz, hogy közelebbről meg tudjunk ismerkedni vele, lefékezi. Erre alakítja ki a maga szóbeli
apparátusát is, amire a magyar nyelv hallatlanul gazdag készletet és működési rendet biztosít számára. Tehát ha például azt mondom, hogy valaminek a folyamata a lényeges, akkor azt valószínűleg egy folyondár fogja képviselni, és hogyha itt a növekedés lesz a döntő, akkor növény alakban fog megjelenni. Egy nagyon egyértelmű és számtalan példával igazolható képlet, de ha lefékeződik, akkor ebből állapot lesz, és az állapotról meg tudjuk, hogy ez a szó, hát ez állat formában, a régi magyar nyelvben ugyanezt jelentette. Tehát azt jelenti, hogy még magának, a teremtőnek, a működésének azt a stádiumát, ahol állapotszerűen jelenik meg, még egy Károli féle Bibliában még állatnak nevezik, bármilyen furcsa. Senki nem tiltakozik az Istennel kapcsolatban, hogy alkalmazhatod az állatszót. Úgy, mert az állapotot is jelent. És ha én azt mondom, hogy asszonyi állat, az nem azt jelenti, hogy a tetűvel meg a kenguruval rokon, hanem azt jelenti, hogy a maga lányságához képest egy megállapodott formációt képvisel. Miért kell megállapodnia? Azért, mert már nem ő a legfontosabb asszony mi voltában, hanem a majdani születő utód. Tehát egy teljesen érthető, ha akarom érteni. Ha nem akarom érteni, akkor persze érthetetlen, sőt felesleges, sőt káros magyarkodás, és akkor jönnek a egyebek, ugye? Majd aztán kicsit bővítjük ezért ezeket a dolgokat. Egyelőre maradjunk annál, maradjunk minél is, igen. Tehát, hogy a népmese elemzésből indult el, és most annyit azért lehetett érzékelni, hogy nem nagyon tudunk máshova jutni ezen a vonalon, hogyha már eddig eljutottunk, mint hogy az előbb-utóbb fölteszi az ember a kérdést, hogy az az erkölcs, ami a népmeséből folyamatosan, és akárhány, akár rövid, akár hosszú mesét elemzek, kirajzolódik, az most közel áll egy krisztusi erkölcshöz, vagy távol áll. És ez nem kellett nagy találékonyság, és nagyon hamar kiderült, hát nagyon közel áll, feltűnően közel. Na most természetesen a Magyar Tanító Akadémia, azt hiszem ma nem így nevezik, Magyar Tudományos Akadémia, mindegy, szóval a Magyar Tanító Akadémia, az nagyon hamar mindenre megtalálja a választ. Tehát ne féltsük őket, ők nagyon kitanultak. Tehát mindent, ami ki akar alakulni, rombolni, kitűnően tudnak. Az teljesen profi módon, és én meg kell mondjam, profikat megbecsülöm. Tehát én a Magyar Tanító Akadémia eredményes munkásait, hát ha nem is csodálom, de azért úgy szóval elismerem, hogy profikna. Tehát itt miről van szó? Tehát persze, hogy közel áll a krisztusi erkölcshöz, hát hiszen egyfolytában a szószékről hallották. Tehát magyarul értsük meg, hogy a magyar népmese erkölcsi világa az a szószékről származik. És mi hajlandó vagyunk még akár el is hinni. És ez valami akkora hazugság, hogy egyszerűen belerendül ez a terem. Hát a magyar népmesének a motivikája, egyáltalán az belső logikája, hát ez teljesen más, mint annak a világnak, amiben Jézus kénytelen volt a maga egyetemes üdvtörténeti munkáját elvégezni. Tehát ez a Palesztinában az ő születése körül kialakult, és hát legerőszakosabb elemében ugye zsidónak nevezhető elem, de hát nem csak ők éltek ott, azért azt gondolom tudjuk. És pont Galileában, ahonnan őt mindig származtatták, meg a tanítványait származtatták, ott éppen nem a zsidóság élt. De hát ezek már egyéb tudnivalók, nem ide tartoznak. Csak azt kell, hogy érezzük, és szó sincs róla, hogy a magyar népmese erkölcsisége a szószékről származna. De nem ártana, ha viszont oda kerülne. És ezt megint csak nem mi vetjük föl először, és ezért jó kicsit tanulmányozni azt is, hogy egyáltalán kik foglalkoztak még előttünk ezzel a kérdéskörről. Mert nagyon sok mindenről úgy tűnik, mintha mi találnánk föl. Nem, alig-alig kellett valamit kitalálni. Nem tudom, egy Bulányi atyának a neve mennyire ismert. Ez református válasz, valószínűleg még alapszellemében ma is az. De hát azért katolikusok is vannak köztünk, ők is magyar emberek, ők is testvéreink. Tehát a lényeg az, hogy Bulányi atya neve azt hiszem elég ismert. Na most az ő feljegyzéseiben szerepel egy olyan eset, ami a neki személyes
kapcsolata volt. Tehát ő közvetlenül az illető, meg is nevezi, ha jól emlékszem, és leírja a következőt, az illetőt egyszerűen az egyház innen kitúrta. Nehogy azt higgyük, hogy csak katolikus egyház túr ki, tehát azért nehogy már elszaladjon velünk a ló, de őt mindesetre kitúrta. Miért? Azért, mert leírja és elmondta ennek a bizonyos Bulányi atyának, hogy amikor úgy érzi, hogy nem tudja már folytatni, miért nem tudja folytatni, mert az ószövetségi ige helyek olyan következtetések felé sodorják, amit akármilyen kontextusokban ágyazza, ezek embertelenek, sőt emberellenesek, sőt egyszerűen rémítőek. Akkor ő benne megfogalmazott, ez egy katolikus pap volt, hogy félreértés ne essék, ez nem egy laikus valaki volt, akire most szó esik, az, hogy ő itt egy népdalt, és onnan ő fölolvas, hát nem elénekelt éppen, de egyszerűen magából kiadta, vagy egy népmese részletet. Tehát igenis megtalálta a magyar, és magyar népmese volt, nem Grimm mese volt, nem Janikowski mese volt. Tehát, hogy félreértés ne essék, megtalálja ám a magyar népmese, ha engedik. Tehát, ha a tényleges útját engedik, hogy járja, megtalálja 2 perc alatt a szószék igaz útját. És ezért ebben a tanulmányban, meg hát az ezt megelőzőben is, mert azért ennek is van előzménye, még ennek a gondolatmenetnek is, tehát mi is volt annak a címe, Üt történet magyarul, ugye, abban ezért már kicsit bővebben kifejtve azért szerepeltek ezek a gondolatok. Tehát nem volt nehéz eljutni addig, hogy itt lényegében szent beszédekkel állunk szemben. És nagyon gyorsan, mert végül is ennek az útvonala is kirajzolódik ebben a könyvben, csak egy előző ilyen átkötő szövegrészben, hogy ez mindjárt kijelöli azt a helyet is, ahol a magyar népmese a magyar néphagyománynak az egészében helyet foglal. Mert nagyon nem mindegy, hogy én népballadáról beszélek, népmeséről beszélek, vagy népdalról beszélek. Ezek különböző szintjeit művelik az emberi műveltségnek, tehát annak, amit magunkénak érezhetünk, és mindegyik a maga szintjén teljességgel kínálgat meg bennünket, aztán vagy kell nekünk, vagy nem kell nekünk. De a lényeg az, hogy megkínál bennünket. És a népmesé, mindegyiknek van egyfajta ilyen hívószava. Tehát például mondjuk a balladának, és ne felejtsük el, a ballada az ugyanabba a szintbe tartozik, amelybe a hősének, csak a hőséneket kikoptatták szabályszerűen a műveltségből, és annak a helyére jött be a betyár ballada, mint a hőséneknek egyfajta folytatódása a történelemben. Hiszen ne felejtsük el, hogy Mátyás halála óta, mondjuk számoljuk még ide, ha nagyon akarjuk, János, tehát még esetleg János királyt, meg talán még a fiát János Zsigmondot, hiszen az is választott királyunk volt. Tehát lényeg az, hogy azóta nincs magyar király. Tehát kinek akar énekelni hőséneket? Tehát egyszerűen az az udvar, amelyik fogadta volna a hőséneket, egyszerűen nem, hogy fogadta, először is meg se értette volna, hát soha nem beszélték a nyelvünket. A másik pedig, hogy az igazi hőseink egy idő után már csak ez ellen, a magyar ellenes dinasztia ellen harcoltak. Tehát a hősénekek hát nem biztos, hogy nagyon jó fogadtatásra nyertek volna egy Habsburg udvarban. Szerencsénkre úgyse értette volna a király. Tehát csak hogy érezzük ennek például, mi lehet a hívószava, tehát az az alap egyetlen szó, amelyik meghatározza, hogy mi lesz a fő cselekmény mozgató mozzanata egy balladának, ami ugyanaz, mint a hőséneknek. Erre szoktuk mondani, aki kitalálja, az hazamehet. De itt annyira bölcs úgy látom a társaság, hogy nagyon hamar elnéptelenednénk. A helyzet az, hogy az áldozat. És a hősének és a ballada között pontosan az a különbség, hogy míg a ballada, amit jobban ismerünk, mert abból hát sok maradt meg, és ismerjük a szerkezetüket is, tehát a évkörrel való kapcsolatukat, tehát ott ezt elszenvedi a hős. És a régi stílusú balladában mindig nő a hős. Tehát ez azt jelenti, akkor is, ha mondjuk a címben esetleg nem őt hangsúlyozzák. Tehát azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen a női minőség keresztútjárása.
Tehát nyilvánvaló, hogyha egy kultúra teljes, akkor kell legyen egy férfi központú megfelelője ennek a saját szintjén, mert nem bukhat föl egy kultúra. És van is ez volt a hősének, és ott mi az áldozat? Az meg a vállalt áldozat. Tehát itt az elszenvedett áldozat, ott meg a vállalt és végrehajtott teljes értékű áldozat. Most gondolom ráismertük, hát ez a világ működésének az első kettőssége. Tehát az egyik, aki adományozza az életét, családjáért, vallásáért, ugye, mert megmaradtak az érke, legalább két hősé nekünk megmaradt. Egy harmadik meg ballada címszó alatt fut. Tehát lényeg az, hogy azért nem mondjuk azt, hogy nem maradt hősé nekünk. Mindegyiknél egyértelmű, hogy nem saját magáért, nem önzésből, hanem első fokon a legszűkebb családért, aztán a nemzetért, kimondva, hogy nemzetért, és harmadikért pedig, hát a hitért. Van, ahol egyszerűen kimondják, hogy Jézus Krisztusért. Pedig összesen mondom, három ilyen példánk van, ebből kettőben már egyikben kimondják, másikban a hitért. Tehát, hogy érthető legyen, nagyon jól tudjuk az áldozatnak ez a young típusú, tehát amikor adományozok, a férfinek a feladata, másik, amikor elszenvedem az áldozatot. Ez meg az elfogadom típusú női minőség, a én minőség. Tehát csak, hogy érthető legyen, itt egy teljességről van szó, amiről mi beszélünk. Én nem össze-vissza beszélünk mindenféle ilyen hasraütésszerű kijelentésekkel, csak azért, mert a mi kutyánk kölykát szeressük. Itt nem erről van szó. Tehát arról van szó, hogy itt egy valódi teljesség rajzolódik ki, és ez még mindig az első pont. Tehát azért kicsit most azt hiszem gyorsítani kell, ugye? Mert ez még csak az volt, hogy közelítünk a szentbeszéd típus. Hát gondolom, ezt most már hosszan nem kell részleteznem. Egy kis kutatástörténet, ez azért talán ráfér a témára is, meg a társaságra is. Tehát itt bármilyen furcsán hangzik, bár Debrecenben nagyon sok előzménye volt ennek a történetnek, és majd fogok is említeni ilyeneket, de voltak éppen az első közelítő lépést mi kezd helyen tettük meg. Azért többes szemem Molnár V. József kedves barátunkkal, aki itt azt hiszem eléggé ismert név ahhoz, hogy hivatkozhassak rá. Ő a, és méghozzá egy óvodában, tehát az óvónő, a vezető óvónő, Móróczné Komáromi Györgyinek hívják, érdemes azért a fontosabb neveket megemlíteni, mert ezek nagyon kiváló valakik. Tehát akiket én szidok, azokat általában nem szoktam néven nevezni, legyen ez az ő gondjuk, de aki viszont jó, azt meg annál inkább. Tehát ő hívott meg mind a kettőnket egyszerre, és Jóska bátyánk a gyermekrajzokkal foglalkozott, tehát az óvodások körében az ő munkásságokat figyelte, én pedig a cselekményüket. Na most mi volt ebben fontos? Az, hogy most nagyon gyorsra fogva, mert ti már ismeritek, mert egyszer ezt már azt hiszem elmeséltem nektek. Tehát a lényeg az, hogy először minden foglalkozás reggel mesemondással kezdődött. Ez most, hogy szerencsés volt-e vagy nem, ez egy külön kérdés, de ezzel most nem foglalkoznék tudni. Sokkal szerencsésebb lefekvés előtt mesélni. Tehát a mese az nem elindít, hanem átvisz. Tehát két létállapot között visz át, mégpedig egy hétköznapiből egy virtuálisba, tehát egy elvont létállapotba. Miért? Mert az összes tanúsága ott kezd majd kibontakozni, és abból hozza vissza a hétköznapi életbe. Na most ez hogy zajlott le ott? Úgyhogy a mese elhangzott, utána kimentünk, tavasz lehetett akkor, vagy kora ősz is lehetett, tehát ilyen idő, amikor már ki lehet menni, és az udvaron a gyerekek elkezdtek játszani. Senki nem mondta neki, hogy gyerekek, most sorakozó, akkor most szétosztjuk a maszkokat, és akkor el fogjátok játszani a mesét, mert tudjuk, hogy van ilyen is. Na most, ha azt akarom, hogy teljesen meghűljön a gyerek, tessék ilyeneket is játszani. Már láttam olyat is, hogy a homlok pántra ő lett volna most a róka, ugye, a mesében, ez gondolom a Róka, medve és a szegény ember című mese volt, és akkor már eleve az óvónéni fölrajzolta a róka fejet, hogy? Hát profilba. Tehát a képzavar tökéletes beleillesztése a gyerek fejébe. Elindulok erre, a róka meg megy erre. Nem tudom, érthető? Hát a róka ebbe az irányba megy, hát a feje erre áll. Nem tudom, érthető? Most akkor hogy tudok azonosulni vele? Most akkor arra megyek, vagy erre megyek? De valami elképesztő, hogy mi ostobaságokat el tudnak követni. Na most ez nem ilyen óvoda volt. Tehát
először is nem volt kötelező végigjátszani, hanem egyszerűen játszanak a gyerekek, homokozó volt minden, nagyon jó kis játszóterük van, ennek is egy kiváló a Páldi Eszter a tervezője, ezt a nevet se árt megjegyezni. Tehát a lényeg az, hogy játszanak, itt egy kis csoport, az egyik fajta játékot, ott egy másik kis csoport, a másik játékot, és hát miközben itt a hölgyek udvarolgattak, sajnos nem nekem, hanem Jóskának, addig az ember úgy figyelgette, hogy mit beszélnek menet között. És akkor megüti az ember fülét, hogy ismerős szövegek. De hol a csodába hallhattam, annyira ismerősek. És akkor előbb-utóbb leesett egy tantusz. Hát most hallottam egy 3-4 órával ezelőtt. Hát ezek a mesében elmondott szöveg, de ez nem a mese eljátszása volt, hanem a mesében magamévá tett, nem megtanult, magamévá tett szöveg előjön, amikor az alkalmazására késztetést kapok az életben. Na most így él egy népmese, ha él. Na de így él egy prédikáció is, egy szentbeszéd is, ha él. Élnek a mai szentbeszédek? Nem kell válaszolni. Na tehát a lényeg az, hogy csak hogy érted, mert ha élne, így élne. Tehát már rögtön látom, hogy hát megint ott vagyok a dolog lényegénél. És akkor ebből kialakult egy aránylag hosszú foglalkozás sor, tehát évek, legalább egy másfél évig jártunk le, és Jóska bátyánk összegezte, amit a rajzokkal kapcsolatban fontosnak tartott, és ezeket délután, mikor már vége volt a foglalkozásoknak, akkor az óvónépnek ő előadta a saját felismeréseit, én meg a sajátaimat, amik a népmesékkel kapcsolatosak. És a következő volt az egyik legfontosabb tanúság. Mondjuk adva van egy akkora terem, mint ez a színpad, meg mondjuk idáig. Ez volt, de csak idáig, tehát az már kilóg belőle. Ez volt körülbelül egy olyan terem, amiben egy csoport volt. És akkor az ember megfigyelte, hogy amikor elkezdik játszani a mesét, mert amikor már beszorultak később, akkor ők már teljesen spontánul, senki nem kérte tőlük, de azért kisebb jeleneteket, vagy magát a mesét is eljátszhatták. Tehát ez nem volt tiltva. Minden esetre úgy jegyzeteltem, meg rajzolgattam. Engem az érdekelt, most hol van a építész barátunk. Tehát engem az érdekelt, hogy a teret hogy használ, hogy értelmezik a teret. Rengetegféle mesei szituáció van, amiben hát minden van tér alakzatból, a palotától, ami kacsalában forog, attól kezdve, hát mit tudom én, operenciás tengerig, és így tovább, hogy hogyan értelmezik. Na most kiderült, ezek a rajzok valahol még megvannak nekem, de még tudnám rajzolni táblára is, annyira beleivódott. A pozitív hős, ha bement az ember, tehát ha bemegy, innen megyek be, akkor az, na most ez félreérthető lesz, tehát egyelőre bal oldala. Igen ám, de maga a tér, az középről értelmezendő. Ha középre álltam, az jobb kéz felé esett. Nem tudom, érthető. Mint ahogy általában a gyermekrajzoknál is, nem a nézőnek a bal keze, hanem a képnek a bal oldala, az adja a bal oldalt, tehát ami nekem bal kezem felé esik, ott van a napnak a helye, és ami nekem jobb kezem felé esik, az a bal oldal, ott van a holdnak a helye. Tehát a gyermekrajz, mint ahogy a népművészet, ahol még megmaradt népművészetnek, ott mindig ezzel a világképpel dolgozik, sőt, bármilyen furcsán hangzik, a címertan is ezzel dolgozik. Címertan. Címertanban a jobb oldal az nem a néző jobbja, hanem a címernek a jobb oldal. Tehát egy középvonalhoz képest jobb. Ezt nem árt, ha tudjuk, mert sok minden megőrződött a műveltségnek sokféle területén. Nem vagyunk olyan árvák, mint ahogy gondolnák. Sok mindenből tudunk következtetni. Tehát minden esetre, ezt most a színpad közepe felől mondom, jobb kéz felől, pozitív hős, kivétel nélkül mindenütt. Mindig oda ment, a negatív hős pedig mindig amoda. És és hát természetesen vele kapcsolatos kellékek is. És ha valami nagy konfliktus volt, az mindig középütt zajlott le. Attól függően, hogy melyikkel került fölénybe, húzott az egyik felé vagy a másik felé, de mindig szétvált a jó és a nem jó. Egyetlen kivétel mégiscsak volt.
És ott én már azt hittem, hogy most akkor dőlborul az egész, mert ha egy kivétel van, az akkor is kivétel. És ez pedig a Szélkötő Kalamona című mese esetében volt. Na most, aki ismeri, ne tegye fel a kezét, mert nem szeretem a kopárképet, valószínűleg egyetlen kéz sem emelkedne fel. Tehát lényeg az, hogy ennek a hősét hogy hívják? Rontó. És bármilyen furcsa, ez a hős a bal oldalra ment. És nem értettem, hogy miért. Nem fedeztem fel, hogy hát persze, hát rontónak hívják. Tehát neki meg kellett javulni ahhoz, mert tényleg a mese gyakorlatilag erről szól. És a mese végén tényleg a jobb oldalra állt be. És ez nem következetlenség volt, egy tökéletes, miután ez nem szakácskönyvből, hogy mondjam, játszanak a gyerekek, hanem teljesen belső késztetése. Tehát valami belül nekünk diktálja, mi a jó, mi a rossz, és hogy ez egy világban hol helyezkedik el. Abban a világban, amit nem lehet kívülről nézegetni. Miért? Mert benne vagyunk. Tehát ami benne rossz, az bennünk is rossz. És ha bennünk rossz, az annyival rosszabb lesz a világban is. Tehát ezt nem lehet függetleníteni magunkat. Na most ez az, amit én elég határozottan írtam, meg azt hiszem, te is felolvastad itt. Hát ha értettem volna, amit mondasz itt, akkor én valószínűleg tudtam volna, de egy picit azt hiszem itt a mikrofon közre játszott, de valószínűleg elhangzott, hogy hát tudnék itt egy erkölcsi világképről van szó. És ez most jó, hogy visszatértünk erre, mert hát akkor eddig én még csak tulajdonképpen a balladákról beszéltem. Na most mi ez a, mert akkor itt visszatérünk ehhez, mi a mesének ez a hívószava? Hát ha nagyon nem megy, hadd kérdezem, akkor a népdalnak mi? Jó, hát mindesetre benne van, majd tessék majd elolvasni, jó? Hát a népmeséről kénytelen vagyok elmondani, az erkölcs. De teljesen egyértelmű. Tehát az, hogy magyar népmesében büntetés nem lehet előzmény nélküli. Tehát szóba se jöhet olyan, hogy valakit azért büntetnek, akár úgy, hogy megölik, akár úgy, hogy megszégyenítik, mert nem követett el semmit. Tehát áldozata lett valaminek. Tehát például egy jelenlegi, mondjuk ilyen horrorfilmben, a statiszták hullanak, mint ősszel a légy. Semmit nem tudunk róluk. Nem tudjuk róla, miért kell nekik itt hullani. Nem mutatós, tetszik tudni, mutatós. Kell a közönségnek. És akkor az ember megnézte, valahol én mintha olvastam volna ilyenről, hogy egy városnak a népe semmilyen bűnt nem követett el, és akkor egy híres király hadvezére, az egyszerűen kihozza, nem a harcosokat, hanem ezt a polgári lakosságot, és akkor háromféle eszközzel. Az egyik részt azt élve szétfűrészelteti, másik részt azt boronával beboronálja a földbe, és a harmadik részt tüzes kemencébe vetteti. Ki volt ez a király? Nem tudom, hallottak-e Dávidról? A város rabba városa, és elolvasható még pedig kétszer is az Ószövetségben. Egyszer Sámuel könyvében, egyszer meg a Krónikák könyvében, majdnem szó szerint ugyanígy. Csak azért mondom, hogy itt azért nagyon kellenek a kontextusok, hogy én ezt meg tudjam magyarázni. Tehát, hogy érthető legyen, az erkölcsnek nem ez a fajtája az, ami a magyar népmesével rokon. És ezt viszont nagyon határozottan ki kell jelenteni. Tehát a magyar népmeséből én mindenféle átértelmezések és kontextusok nélkül azonnal eljutok a krisztusi erkölcshöz. Ószövetségből semmi szín alatt. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem szítjuk mi a kettő közti különbséget, vagy különösen nem a gyűlölködést, de ezt azért tudomásul kell venni. Tehát tényeket tudomásul kell venni. Na most erre vonatkozóan is ott vannak az adatok. Nem ennyire, ez a Üdvtörténet magyarul című könyvben, abban ott vannak. Meg ott vannak a Talmud idézetek, aminek értelmében, de egyenes idézetek. Hármat is hoztam. Hát tessék tudomásul venni, nem vagyunk emberek. Nem vagyunk. Így szó szerint ott van. Tehát az, aki nem a választott néphez tartozik, az nem ember.
És még erre is mondják, hogy mik, tehát köcsögök, tehát így, de szó szerint. Tehát csak hogy érthető legyen, a magyar népmese erkölcse egy nagyon szigorú erkölcs. Tehát itt, ha büntetést kap valaki, annak kell az előzményben mutatkozni, hogy mi volt, és annak súlyában megfelelőnek kellett lenni a büntetéssel. De ez fordítva is igaz. Tehát ha valaki elkövetett egy vétket, most a legismertebb magyar népmesék közé tartozik, amire eddig is hivatkoztam, a fehér ló fia. Hát egy nagyon súlyos büntetést kap. Len van az alsóvilágban, és akkor a megszabadított három királylányt, a három hát szolgája ugye fölhúzza, és akkor várja, hogy őt is fölhúzza, és nem húzzák föl. Tehát magyarul ott marad egyedül az alsóvilágban, és akkor az ember úgy nézi, hogy ez azért egy kemény büntetés. Tehát mivel érdemelte ki? Hát mert túl hiszékeny volt. Nem elég. Nem elég. Mert a hiszékenység az jelentheti az ingyen kegyelem gyakorlását is. Az meg pont a legmagasabb szintű emberi erény. Tehát azért nem, hogy büntetés nem jár, majd látni fogjuk, ezt fogja ő gyakorolni a griffmadár fiókákkal szemben. Amikor megvédendő őket a jégesőtől, a saját, őt magát védő szűrét, azt teríti rájuk. Pedig kiderül, és ő valószínűleg tudja is, hogy ezek emberevők. Tehát ezek halálos ellenségei az embernek. És mégis megvédi őket. Nem tudom, értető-e. Tehát ez valóban az ingyen kegyelemnek a megnyilatkozás. Nem is büntetik, sőt, éppen ezért tud följutni. Na de mi volt a vétke? Hát ne felejtsük el, amikor ő lejön az alsó világba, akkor egy hétszőnyű kapanyányi monyókot követ. Ez a hétszőnyű kapanyányi monyók, ez előtte a három bajtársának a, hát többé-kevésbé nehézkesen megfőzött ebédjét megette, mégpedig eléggé megalázó módon, tehát úgy, hogy a hasára vagy a hátára teregette, és onnan ezt csinálta ez a kis apró törpe. Egyébként ezt csinálja ma is, csak mit tudom én, banki uniformisban tett, vagy másfajta. De a szakálla elég hosszú most is, és szóval tudja, hogy kell viselkedni. Na, tehát lényeg az, hogy igen ám, de most lent vagyunk hétszőnyű kapanyányi monyók otthonában. Most ő főzte meg a kását, nem tudom, értető-e. És akkor most mit csinál fehér lófia? Most ő alázza meg a hétszőnyű kapanyányi monyókot, az ő hátára vagy hasára, már nem emlékszem melyik, de egyébként ebben a szempontból majdnem mindegy, arra önti rá a kását, és megezi. Szabad ezt csinálni? Tehát ez nem viszonos szempont. Tehát az, hogy ő gonosz velem, ő megaláz, ő, ez nem azt jelenti, hogy ha én hasonló helyzetbe jutok, én is ezt fogom vele. Nem, miért? Mert nekünk van egy többlet fölényünk, egy szellemi fölény. Tehát mi ismerjük az ingyen kegyelmet, tudjuk is gyakorolni, ő meg nem ismeri. Vagy ha ismeri, akkor megtagadja. Tehát egyszerűen lesöpri az asztalról. Azt ő hülyeségnek vagy mulyaságnak veszi, és nem kerül bele az értékrendjébe. Tehát ez azt jelenti, hogy nem viszonos a kapcsolat, nem reciprok jellegű. És ezt neki észre kell venni, de hát nekünk is észre kell venni. Tehát ezek az erkölcsi tanítások nem a szomszédnak szólnak, hanem nekünk szólnak. Ez magyar népmese azért. Tessék már ezt komolyan venni. Na akkor még mielőtt itt indulatoskodnánk, vagy nék. Jó, akkor megbeszéltük ezt a térelrendezést. Tehát ne felejtsük el, hogy a népmese ezt segíti, folyamatosan segíti, mert mindig a népmese megjátszása, vagy átélése, inkább ez a helyes kifejezés, annak a során bontakozott ki belőlük, ezt senki nem tanította nekik. Se az óvónő, se én, soha. Az óvónőknek is csak hosszas figyelés után és jegyzetelés után mertem elmondani. Na most azt mondja, hogy hát még ha tudnám is olvasni. Senki ne hagyja el a helyiséget. Egyelőre. Igen, világ ez megold. Célkötő. Jó, hát akkor kész. Második számú. És csak öt van. Tehát valószínűleg túl fogjuk élni. Úgy van. Tehát most érkezünk Debrecenbe. Ideje volt, ugye? És itt elhangzott ugyan, de akkor egy évszámot is említsünk, 1994-ben vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy az előzmény az valamivel korábban lehetett, tehát 90-as évek elején lehetett. 94-ben mi történt?
Csodakút című könyv megjelent. Ez szó szerint egy kegyelmi pillanat volt. Miért? Hát mert azt se tudjuk már, hogy hova lett ez a kiadó. Tehát ez, én nem is tudom már, hogy nevezték. Pontifex. Ráadásul Pontifex. Na, kellett itten a Szent Atya, mint olyan. Tudjuk, a Pontifex Maximus az a pápának a latin elnevezése. A legfőbb, legfőbb. Hát ugye ez hídalkotó volt eredetileg. Tehát az ókorban ez a híd csináló, híd készítő, ez a főpapnak, pontosabban a Maximus volt a, hozzátette, az volt a főpap, ez a papi hivatás, és tényleg az. A földi és a túlvilág között hidat kell teremtenie. Na most, tehát 94-ben jelent meg a Csodakút, és akkor itt egy gyors folytatás, tudjuk, lett ennek folytatása. Mert nagyon hosszú ideig működött itt egy, hát a város címerére visszautaló. Na, mi a város címere? Főnix. Nem tudom, hogy eljutott-e a... Most kicsit tesztelek azért közben. Tehát Főnix nevű kiadó kitűnő anyagokat adott ki. Szóval ez egy olyan, ez egy tényleg egy magyar művelődés történeti, hogy ma egy rendkívül fontos szakasz. Nem is tudom, egyáltalán tudatában van-e Debrecen annak, hogy milyen kincset kapott ettől az... Mi volt az ő neve? Farkas Zoli volt, persze, Farkas Zoltánnak hívták. Tehát elképesztő, hogy milyen széles skálán, és olyan anyagok, amiben részben őstörténeti, részben nyelvtörténeti, tehát minden részben néprajzi, de alapművek, amik már réges-régen vártak a kiadásra, de egyszerűen nem vállalta senki. Miért? Mert ezek nagy része sajnos nem egyeztethető a Magyar Tanító Akadémia hivatalos álláspontjával. Nem egyeztethető. És nagyon sokáig ez úgy volt, hogy ja, ha nem, akkor mi sem mer. Miért nem merünk? Miért nem? Miért? Eldádáznak? Mert akkor majd nem fogsz. Mit nem fogok? Hát akkor majd nem leszel akadémikus. Ki akart akadémikus lenni? Elnézést kérek. Te akkor nem fogsz Kossuth-díjat. Ki akart Kossuth-díjat kapni? Olyan bandában be se állnék. Tehát nézzük már meg, hogy ki kapta Kossuth-díjat. Tehát, hogy nehogy már azt higgyük, hogy most azon méri le az ember a saját tevékenységét, hogy mekkora lesz, és főleg kik részéről az elismertség. Hát ne csináljunk már ilyet. Tehát nézzük már meg, hogy ki osztaná azt a díjat. Hát kinek a kezéből lehet egyáltalán elfogadni. Na tehát minden esetre ezt a nevet azért tényleg meg kell jegyezni. Tehát Farkas Zoli nem tudom most mit csinál, hogy van, de egy biztos, hogy egy rendkívül fontos missziós tevékenységet végzett, és azért itt Makoldi Sándor nevét is említsük meg, mert az egyik fő tanácsadója azért, hogy mit érdemes megjeleníteni, mit nem, azért mégiscsak Makoldi Sándor volt. Ez meg tényleg komoly, megemlítendő tény. Most ennek a Főnixnek volt egy olyan, azt hiszem, aki nem hiszi, az volt a címe. Az is egy ilyen gyűjtemény volt. Na most ez az első olyan vállalkozás volt, ahol, aminek az volt a jellegzetessége, hogy rendkívül széles skálán vizsgálta a népmesét. Miért nem említem én meg Makoldi Sándornét? Hát ő is írt ebbe egy tanulmányt ebben a Csodakútban. Tehát a lényeg az, hogy egy-egy népmesét egy-egy személy és a saját szempontjából vizsgált. Tehát itt elég sokan volt, abban még Grimm mesét is elemeztünk. Tehát azt egy függelék részben, de tehát semmiképpen nem keverve. Egészen más a szerkezet egy Grimm mesének, mint a magyar népmesének. Tehát aki keveri, az szabályszerűen méregkeverő. De azt úgy is tessék venni. Lehet, hogy nem szándékosan, de egyértelműen méregkeverő. És nagyon lényeges, annak is van szerkezet. Nem azt jelenti, hogy az rossz, mert persze már rögtön esünk bele a másik végletbe, hogy akkor most azt mondta ugye, hogy a Grimm mesére, de hogy rossz, teljesen más a szerkezete. És ezt a Grimm mesékkel foglalkozó legkiválóbb kutatók írják meg, hogy annak az alapszerkezete, és ezt a Waldorf iskolának ugye a koncepció kidolgozója, Rudolf Steiner írta meg, az egyik tanítványának a neve alatt. Hát vigyázzunk, mert a Grimm mesének alapvetően egy hármasság az alapja. Tehát ez a testélek szellem hármasság, a férfi, a főszereplő az mindig a szellem képviselője, annak mindig délre a névelője. Nem tudom, annyit tudunk németül, gondolom.
Na most ezt azért kell mondani, mert ma már mindenki angolul gondolkozik. Magyarul véletlenül se, de már nem is németül, már most angolul. Na most az angolban meg nincs névelővel megkülönböztetve a híma nő meg a semleges. Tehát ez azt jelenti, hogy de, ennyi. De ott viszont, ha valaki kap egy dél névelőt, az onnantól kezdve csinálhat, amit akar, átoperáltathatja magát, ez akkor is megmarad dél. Nem tudom, érthető-e. Tehát egy abszolút statikus világkép. Azt nem lehet soha megmagyarázni, hogy például egy tis az miért dél. Egy asztal az miért hímnemű. Hát a fene vigye, az én asztalom nőnemű, a fene vigye. Most miért szólsz bele? Tehát csak, hogy érthető legyen, nem. Neki az egyszer megkapta a dérnévelőt, az marad, akármit csinál, átoperáltathatom, tudom én, csinálhatom, ha akarok, az akkor is dér. Nem tudom, érzékeljük, ez egy abszolút statikus világkép. Na de hát ez általában ilyen az indoeurópai, ez nem csak a németre jellemző, csak ott egész karikatúraszerűen az. És ez a bizonyos kutató, ez az Erich Fromm, ez nem is a Fromm volt, ez egy másik kutató volt, a Fromm is írt egyébként erről. Tehát, hogy a díj az pedig a nő szerepe. Eddig még azt mondja az ember, hogy jó, nagyjából eltaláltad. És akkor a das mi lesz? És akkor azt várja az ember, nyilván das kind, tehát akkor a gyerek lesz. Nem. Miért? Mert abból az életben nem tud egy Grimm mesét kirabozni. Hanem a das az a house. Értető? A ház. Tehát van két élő szereplő, meg van egy házunk. És akkor, amikor helyszínt vált a mese, tehát megy tovább a hős, mondjuk Jancsi és Juliska, aki már eleve ugye egy dér meg egy díj, tehát ők mennek tovább, akkor ahova érkeznek, az meg a dasz, tehát az a semleges. És még meg is indokolja, hogy azért a ház, mert a test az a szellemnek és a léleknek a hajléka, tehát a háza. Értető? Tehát a logikával soha nincs baj a németnél. Sokkal mélyebben vannak a bajok. Tehát a lényeg az, hogy ezt keverni a magyar népmesével, ez nem hogy két különböző szint, hanem legalább öt van köztük. Tehát semmi szín alatt nem lenne szabad keverni. Mert abban a pillanatban én keverek egy alacsonyabb szintű műveltségi anyagot egy magasabb rendűvel, működésbe lép a Gresham törvény. És mit mond ki a Gresham törvény? Hogyha egy zárt rendszeren belül, ez most a vizsgálatunknak a rendszere, ha azon belül kétféle értékrendet tartok nyilván, vagy vezetek be, akkor törvényszerű, hogy a rosszabb fogja kiszorítani a jobbat. Ezt ő a pénzvilágra dolgozta ki annak idején, de ez a kulturális értékekre a legmesszebb menően érvényes, sőt, arra érvényes, igazán látványosan. Tehát ha az én gyerekem osztályába beiktatnak valakit, elég egy olyan, aki egy teljesen más értékrend, egy alacsonyabb rendű, akinél megengedhető, hogy beleköp a, mit tudom én, másiknak a levesébe, vagy belerúg a tanárba, akkor ezt én kikérem magamnak. Abban a pillanatban a Gresham törvény érvénybe lép. És nem a jó fogja magához idomítani, hanem a rossz fogja. Mert ez törvényszerű, ez nem olyan, hogy tetszik ez nekem, vagy nem, vagy hogy én most kirekesztő vagyok, vagy kit érdekel, hogy a kirekesztőt rám sózza. Na és? Te meg berekesztő vagy. Tehát ez nevetséges hülyeség, meg szegregáció, meg egyéb baromságok. Tessék onnan a rohadt almát eltávolítani, mert elég egy rohadt alma, és az egész kosár alma meg fog rohadni. És ez visszafelé meg nem érvényes. Tehát a jó almák nem fogják megjavítani a rohadt almát. Nem tudom, érthető-e. És ezzel ne vitatkozzunk már, hanem itt a szülők kezében van a jövő, és nem élnek vele. Mert ezt már a szülő dönti el, és nem élnek a szülőjogával. Hagyják, hogy a gyereküket valami iszonyattá torzítsák. Hát ez a tanár egyfolytában azt fogja mondani, hát én féltem a fizetésemet, én féltem, ki fognak rúgni. Na de a szülőt nem lehet kirúgni, a szülői státuszból nem lehet kirúgni, vigyázat. És hogyha a szülői közösség, és nagyon keményen föllép, akkor igenis el lehet érni, hogy azt, aki nem odavaló, azt akárhova, de vigyék onnan. Tehát most már tessék már ébredezni. Most egy picit olyan időket élünk, hogy ezt legalább föl lehet vetni. Erre mondják nekem, könnyű magának, magam már 81 éves. Igen, most már vannak olyan tapasztalataim, hogy meg is lehet fogalmazni. Meg megismeri az ember. Nem azért, mintha eddig nem mertem mondani, de most már aztán itt az ideje. Tehát minden esetre ez a bizonyos, aki nem hiszi, ugyanilyen alapelven működött, tehát egy mese elemző.
Tehát ez azt jelenti, hogy ahány mese volt, annyiféle szempontból és annyi szerző dolgozta föl. Ez nagyon-nagyon nagy gazdagságot eredményezett, egy nagyon eredményes kezelése módja volt a mesének, de látszott, hogy ebből azért ki kell nőni. Tehát ez egy kicsit olyan irányba indíthatta el a közönséget, hogy jó, de akkor melyik az igazi? Nem tudom, értető. Miért? Mert erre vagyunk nevelve, hogy csak egymás ellenében tudjuk értékelni az értékeket, mert egyfolytában erre nevelnek bennünket. Tehát a jó csak valamivel szemben lehet jó. És a vitatkozást meg mindig úgy kezdjük, hogy nincs igazad. Vagy úgy, hogy nem is úgy van. Tehát eszünkbe se jut, hogy a kettő egyszerre is lehet igaz. Hanem akkor most melyik az igazi. Na most ezért előbb vagy utóbb be kellett azt vezetni, hogy egy ember többféle mesét. Na most, ha ideiglenesen embernek tudnak tekinteni, akkor egy ilyennel én is előrukkoltam, és ennek a címe volt az, hogy először, hogy ne felejts. És ebben a ne felejtsben TS-sel írtuk. Tehát az volt a lényege, hogy valami olyan gyűjtemény, hogy jó, rendben van, sok mindent el lehet felejteni, de ezeket ne felejtsük el. És olyan meséknek az elemzése, amik aztán később más gyűjteményekbe is belekerültek, mert ennek lett folytatása kiegészítésekkel, ez az emberséget járunk tanulni. Hát ezt gyakorlatilag máig lehet kapni, mert újra és újra kiadja az akkori kiadója. És ezzel én azért fejezem be, mert a következő lépés az az volt, és ez várható volt, hogy egy mesét háromféle közelítésben. Na most erre is van példa. Meg kell mondjam, és én ezt érzem most a közvetlen jövőnek. Ez pedig ez a mese az égigérő passzúj. Valószínűleg itt föl fogom kérni akit, Végvári József bátyánkat, hogy szíveskedjék kicsit megemelkedni, hogy ne csak az én szövegemben emelkedjék. Így van. Nyugodtan meg lehet tapsolni, de így van. Jó, köszönjük szépen. Ugyanis hát aránylag későn, nem is tudom, kifigyelmeztetett rá, kicsit akkor dühös is voltam rá, hogy nem ő, hogy tudnék, ez már régen ott van az interneten. Tehát nem is tudom melyik, vagy mind YouTube-on, vagy egyéb valamilyen ilyen, vagy a, minek nevezik, pofakönyv, ugye ez a Facebooknak nevezet. Tehát inkább így ejtsem ki, mint írás szerinti olvasatban, mert az csúnya lenne. Tehát lényeg az, ez a pofakönyv. Na most a lényeg az, hogy egy nagyon értékes, nem akarom itt szembe dicsérni, elég távol is van ahhoz, hogy egyáltalán odáig lássak, de egy kitűnő elemzés. Elsősorban nyelvészeti irányból. És minthogy ő, tudjuk, hogy több nyelvben otthon van, tehát elsősorban angol nyelv területről veszi a analógiákat, rendkívül tanulságos. Tehát aki eddig nem nézte meg, az érdemes, hogy elolvassa. És de hát ugyanakkor hát szláv nyelvekből is meg tudná közelíteni, mert abban is otthon van. És akkor itt az emberbe fölmerült, hogy hát tulajdonképpen ezt én is elemeztem egyszerre. Méghozzá egy kis társasággal. Ezek Kecskeméten voltak, és ezt olyan módon jegyeztük föl akkor, hogy a kérdések is benne maradtak. Tehát amiket a társaság, ez egy tanárnőkből, tanítónőkből és óvónőkből álló kis csoport volt, és két egymást követő napon keresztül elemezgettünk meséket. Tehát így jegyeztem le még akkor, hogy a kérdések, sőt, még azt hiszem egy tüsszentést is belevettem. Tehát, mert nagy igazságot. Hát honorált. Tehát lényeg az, hogy ehhez harmadiknak, hát magától kínálkozott egy Bruno Bettelheimnak, egy kiváló gyermekpszichológusnak az elemzése, aki egy külön fejezetet szentelt a mese és a bontakozó emberi, gyermeki öntudat vagy érzelem, már nem is emlékszem a pontos címére. Tehát ez egy nagyon neves gyermekpszichológus, és magyarul megjelent az írása. És ennek egy fejezete ezzel a mesével foglalkozik. És teljes egészében a gyermeknek az egyre magasabbra törése, ahol már a sárkány, mert ugye megjelenik a sárkány ebben, de ez az égi magaslatokon,
ott már tulajdonképpen az apát jelent, és természetesen Freud elvtárs most nagyon-nagyon-nagyon szépen forgott a sírjában, de ővele kell megküzdenie, és őtől le kell bizonyos erénytípusokat megszereznie, és tovább, és tovább. De ezt mindezt nagyon jól csinálja, tehát nehogy félreértsük, ez egy nagyon jó tanulmány. De egészen kiválóan jó tanulmány. Tehát nyugodtan tudnám ajánlani, hogy például mondjuk a Végvári Jóska bátyánknak a tanulmánya mellé egy másodiknak oda szerkeszteni. És ha valakinek annyira nincs ízlés, hogy még az enyémet is elfogadja, akkor azt harmadiknak. Mert ez három különböző megközelítés. És a három rendkívül szélesen, szépen kibontja azt, ami a mesében tényleg benne van. Tehát itt egy betűt nem kell beleolvasni, csak leolvasni. És ettől úgy meg lehet sejteni, hogy ha három a maga irányából, ott, ahol ő magát otthonosnak érzi, abból a legjobb szándékkal, a legjobb felkészültséggel elemzi, és a három ugyanabban az irányba mutat, akkor abban a mesében tényleg benne kell lenni ennek a tanúságnak. És ez a tanúság, bármilyen furcsa hangzik, megint erkölcsi súlyú. És merre felé mutat? Hát nem Rabba városa, és nem Dávid király felé. Ezt azért hadd mondjam el. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tanulsággal tudnánk gazdagodni, mert itt már azért nem lehet azt mondani, hogy magyarkodtunk. Bruno Bethlehemnek semmi köze a magyarsághoz. De az igazsághoz van köze. Tehát egy nagyon fontos megerősítést jelenthetne. És még egy ilyen példánk van a Fehér Ló fiáról. Annak idején szerepelt a Csodakok című kötetben egy kitűnő tanulmány, Makai László írta. Ezt az urat én nem ismertem korábban, hanem egy egészen félreeső, nem is tudom hol, valahol a Nyírségben adtak ki, egy 46-ban vagy 47-ben, egy ilyen szabad művelődési egylet, akkor még voltak ilyen egyletek. Annak a kiadványában találtam rá, és egy zseniális elemzése a mesének, mint a pusztai nomád életmódnak ez egyfajta summázata. Tehát, hogy szerzem meg a szövetségeseket, hogy egy erőpróba van. Melyikünk az erősebb? De utána nem gyilkolom le a másikat, nem akasztom föl mondjuk Aradon, vagy mondjuk Nürnbergbe, hát tessék azért majd válogatni a kettő lehetőség között. Tehát a legyőzött ellenfelet megbecsülöm. És ez azt jelenti, hogy ő maga is ajánlkozik, de én is elfogadom. És akkor ők lesznek először egy gyengébb, utána egy annál is erősebb, aztán még erősebb. És akkor ezek ebben a sorrendben kerülnek bevetésre. Tehát amikor megjelenik az ellenfél, vagy a lehetőséget, tehát hétszűnyű kapanyányi monyok, akkor először a fanyűvő, tehát a leggyengébb marad otthon. Neki kell megküzdeni. És ő egyáltalán nem is vállal küzdelmet, egyből átadja. Megfenyegeti őt hétszűnyű kapanyányi monyok, és egyből átadja az ételt. Ez mit jelent? Ez a leggyengébb. Hát ez egy Románia második világháborúban. Tehát abban a pillanatban, hogy megfenyegeti, már is áll a másik oldalra. Tehát ezt ő kétszer is eljátszotta, mert ugye az első világháborúban is eljátszotta. És ha még egy világháború, ne adj Isten lenne, úgyis eljátszott megint. Tehát ezt nem lehet javítgatni. De a lényeg az, hogy ez az első, a leggyengébb. A második az szembeszáll. Nem is. A második az megfut. Megfut. Tehát annak a hátán eszi meg. Nem tudom, emlékszünk-e. Tehát a hátát mutatja. A harmadiknak viszont a hasán. Tehát egyedül Vasgyúró az, aki tényleg szembefordul vele. Ő a legerősebb. De zseniális, ahogy ezt ő szépen levezeti, és az, hogy tulajdonképpen ezek nem örök időkre szóló szövetségek. Tehát ezeket meg kell tudni tartani. Tehát nem véletlen, hogy egy-egy ilyen pusztai nomád, most természetesen idézőjelben használom, mert ezek nem pontos megjelölések. Tehát ezek a birodalmak nem voltak túl hosszú életűek. Miért? Azért, mert ez egy hullámzó jellegű kapcsolatrendszer volt. Ahogy az élet is hullámzó jellegű kapcsolatrendszer. Tehát nem voltak lemerevítve. Most a lényeg tehát az, hogy amikor jön a próbatétel, azért arra mindig vigyázni kell, hogy egy alávetett nép árulóvá is válhat. Tehát, na, és hát árt szabad elfelejteni, hogy Fehér Ló fia csak az elsővel találkozik. És mit csinál vele? Ne felejtsük el, ezek az ő saját tulajdonságai, saját kivetített tulajdonságai.
Az egyik az, hogy én az életet, mint növényzetet pusztítom, ez a fanyűvő. A másik az, hogy ugye az a kőmorzsoló, de nem biztos, hogy ami kőnek jó, az morzsának is jó. Tehát ez megint egy másik fölismerés, és a harmadik pedig a vasgyúró. Az, hogy a vas mire lett jó az emberiség életében, ezt most ne tárgyaljuk, de nem csak jóra, azt gondolom, hogy elhisszük. Tehát minden esetre ott már nagyon nagy a felelősség, hogy mire használom a vasat. Na most, tehát ez három különböző nagyságrend, és az első, tehát ezek a saját rossz tulajdonságai. Legyőzte őket, de nem véglegesen. Tehát nem kipróbált a hűségük. Na most kipróbáltuk, egyik se állta meg. Mit kell csinálni ilyenkor? Ezeket a tulajdonságokat nem vihetem tovább. Tehát mit csinál? Kivágja az ablakon. Nem tudom, értetni. Nem öli meg. Kivágja az ablakon. Tehát ezzel nem lehet türelmesnek lenni. Ez a tulajdonság, megpróbáltam magam környezetében emberért tenni, nem sikerült. Ki az ablakon? És ezzel automatikusan a második kettő is megszűnik. Tehát, hogy érthető legyen, egy egészen tiszta, szép elemzést kapunk. Na igen ám, de ennek van egy másik oldala, amikor egy olyan valaki, aki kémikus, többek között nagyon sok oldalú valaki, talán még a nevét nem mondom, mert még nem publikálódott. És egyiptológiával is foglalkozik, kövekkel is foglalkozik, sok mindenben nagyon, nagyon elmélt, és mindig bizonyít. Tehát itt szó sincs arról, hogy van egy véleményem, azt elmondom, hanem szigorúan bizonyít. És ő volt az, aki a ókori egyiptomi istenek galériájában kimutatta, hogy ezek az istenségek nagyon jól azonosítható kémiai minőségeknek felelnek meg. És az ő egymáshoz való viszonyuk, az, hogy ki kivel ellenséges, kit hogy semmisít meg, milyen színekben tündöklik, mi a jelvénye, és így tovább, az nagyon szépen levezethető. Tehát egyik jelen nyilvánvalóan nem ez a legmagasabb szintű, de egy jelentés szintjén nagyon szépen igazolható módon kódoltak egy bizonyos, hát a világnak a kémiai reakciók szintjén, és a kémiai elemek, illetve a legszigorúbb, a legközvetlenebb elemekből származó vegyületeknek a viselkedését. És hát ezért van számtalan istenség, mert nagyon sokféle kapcsolat, ez teljesen jól olvashatóan jelen van az egyiptomi mitológiában. És ő megkísérelte a fehér lófját, megmutatta nekem, teljesen korrekt. Teljesen korrekt. Tehát tőlem távol áll, mert hát egyrészt én kémiához úgy értek, mint hát hajdó haramgöntéshez, tehát semmiképpen magyarul. De teljesen korrekt volt, tehát az összes bizonyíték ott volt elvégzett kísérletek formájában, és dokumentáltan. És hát, hogy most megint szerénytelenkedjek, én magam is elemeztem, sőt, összehasonlító elemzést is végeztem más mesékkel. Na tehát ennyit, én ezeket érzem most a jövőnek. Ez viszont nem ilyen. Tehát ebben a kötetben ez még egy korábbi státus, tehát annak a stádiumnak a terméke, amikor egy valaki több mesét is elemez, ami azért nagyon fontos, mert viszont a szempont ugyanaz. Tehát itt a mesének kell a sokszerűsége kialakuljon, nem pedig az elemzőnek a sokfélesége. Mert az is fontos lehet, az is sok mindenhez hozzásegíthet, de most ebben az esetben a mese a főszereplő. Tehát az, hogy egyetlen szempontból, és ez most az úgynevezett asztrálmítoszi szempont, ebből közelítve milyen tanúság mondható ki belőle. Na most ebben a mesében most már a negyedik tételnél tartunk, és lehet, hogy nem is lesz ötödik. Most ez csak biztatáson. Tehát minden esetre néha ráfér a közönségre a biztatás. Tehát lényeg az, hogy háromféle mese három teljesen más szempontból van elemezve. Úgy vártam, hogy ezt észreveszik. Nem biztos, hogy nagy gond, hogy nem vették észre, vagy nem hangsúlyozták, mert lehet, hogy észrevették. Pedig három teljesen más módszer. Tehát az elsőnél ugyanaz a módszer, amit például a végigérő passzújnál, és hozzáteszem, ugyanaz a társaság is volt. Tehát ugyanazzal az alkalommal kezdtem én el elemezni ezt a árgyilus mesét is,
És ott mondom, hogy itt elmondtam a másikkal kapcsolatban, a kérdések is az eredetiek. Hát ez egy nagyon értelmes, jól felkészült óvónő, tanítónő, tanárnő csapat volt. Tehát ezeket nem kell ABC-től kezdve okítani, és kitűnnek a kérdések. Ráadásul a kérdések és kiegészítés, mert én is kérdezek ám menet közben. És a ráadott válaszok meg egészen döbbenetesen érdekesek voltak, mert olyan dolgokra is rámutattak, amire nem is gondoltam. És ezek is belekerültek. Ilyenkor mindig az van jeles, vagy az, hogy kitűnő. Vagy vegyem át akkor a vezetést. Tehát valami ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy ugyanezzel a tárgyalásmóddal jelenik meg tehát az első mese. A második nem. Hozzáteszem, hogy a második mesét én soha előtte nem is ismertem. Na most akkor hogy került be a képbe? Hát úgy, hogy az ember időnként nem tud aludni. Hát ebben az életkorban ez mondjuk már előfordulhat. És ilyenkor sokféleképpen védekeznek, ugye veszik az altatókat, a fene veszi be az altatót. Fölkelek és dolgozom. Ennyi az egész. És kitűnő gondolatok jönnek ebben az állapotban. Szép lábújegyen kell kimenni az embernek, a neje föl ne ébredjen, de ki meg lehet oldani. És akkor a lényeg az, hogy egész addig, amíg az embernek tényleg a legjobb gondolatai már lejegyződnek, és akkor utána visszamehet, garantálom, hogy elalszik. Még én is. Tehát ez egy nagyon jó módszer álmatlanság. Hát igen, dolgozni kell. Tudnék, ebben az életkorban most itt persze nincs egy ilyen sem, de ha mégis volna, akkor azt elárulom, hogy ebben az életkorban nem igényli az ember az egyfolytában 8 órás alvást. Általában egyfolytában 2,5 órákat alszunk. Na de ha én ezt 3-szor csinálom 24 órát, abból is összejön a 8 óra. És amikor megérik egy-egy ilyen munka, akkor utána az ember érzi, na most kellene. És abban a pillanatban nem kell altatni, ott rögtön el is alszik az ember. Ha ez délelőtt van 11 óra, akkor délelőtt 11-kor. Ha délután van 6 óra, akkor 6 órakor. Tehát, hogy félreértés ne essék, ez nem úgy van, hogy csak egy húzamban számít. Nem, ugyanúgy kipihenni az ember magát, ugyanúgy alkotóképes. Sőt, a legjobb gondolatok ezekben a közökben jönnek. Hogy ezt hány orvos fogja helyeselni? Tényleg azt hiszik, hogy ez engem érdekel? Na, nem érdekel. Nálam működik ennyit erről. És hát nem 18 éves koromban visznek ki Szent Mihály lován. Tehát azért ezzel valamelyest meg lehet érni azért egy életkort. Na, akkor maradjunk a tényleges folytatásnál. Tehát az összekötő szövegeknél a mesék helyét próbáltuk a népi műveltségben megtalálni, és a liturgiában. Itt az erkölcsről is beszéltünk, de még egy valamiről nem. Arról tudnélik, hogy gyógyítani is lehet mesékkel. Na most ez nem az én közvetlen területem, de meg tudom becsülni, és ezt egy hirtelen ki akartam mondani. Boldizsár Ildikó. Úgy van. Neki több könyve is jelent meg, minél több könyvben jelenik meg, annál kevésbé értünk egyet, de ezt nagyon jól lehet egyeztetni. Egy biztos, ha működik, akkor működik. Na most egy dolgot szoktam én, mert annak idején neki is föltettem a kérdést, hogy teljesen mindegy, mert neki teljesen mindegy, hogy ez egy Grimm mese, amivel gyógyít, vagy egy magyar népmese. Neki ez teljesen mindegy, ez egy elvi kérdés. Nála ki is fejti, és hát hogy mondjam, az ember azt mondja, hogy hát drágám, legyen neked a te hited szerint. Ha tényleg gyógyítasz vele, hát akkor most én mit kekeckedjem? De nem mindegy, hogy mivé gyógyítja. Ne vigyázzuk, van egy alapállapot ez a betegség. Hogy én mivé gyógyítom ki belőle, az már a mesétől függ. És nem ugyanazzá gyógyítja ki, ha egy Grimm mesével gyógyítja, mint ha egy magyar népmesével. És el lehet ám magyartalanítani így is. Nem kell ehhez az akadémia. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert nem ugyanaz az erkölcs. Tehát itt egész a horrorig menően bizony a Grimm mesében ott van az a német mentalitás, amiből tudjuk, hát ez vicc volt valaha, de sajnos nem vicc, hogy mi egy német. Nem tudják? Hát egy katona, hát természetesen. Mi kettő német? Hát ez egy gyár, mi lehetne más. És mi három német? Hát ez egy világháború. Tehát csak hogy tudjuk, azért annak kell legyen egy alapnevelése, hogy ez ilyenné fajuljon. Tehát, és megint ott vagyunk.
Tehát megint felhozták a németet oda, hogy képes lenne. És sajnos ez a mentalitás, ez a Grimm-meséken hízlalt szemlélet, ez hajlamossá is teszi. Nem tudom, hogy hallottak-e arról, ez Svájcban ráadásul, tehát elvileg, hogy mondjam, már egy kicsit azért nem német, de ez a nyelvterület, ahol én ezzel találkoztam, az még német nyelvterület Svájcban is. És mi a legnépszerűbb gyermekkönyv? Nem tudom, hallottak-e Max und Moritz? Nem tudom, találkoztak-e vele? Hát ez maga a horror. Tehát gyerekek mindent, ami elkövethető csintalanság címen a legaljasabb dolgokat elkövetik, sehol semmi büntetés. És ez a fő, nem tudom, a hanyatszor ismétli, mert már számlálhatatlan kiadásban lát újra napvilágot, és minden generáció ezen nő föl. Milyen felnőttek lesznek ebből? A svájcinak nem adódik alkalma, de azért, ha valaki kimegy magyarként oda, hát azt a lenézés áradatot, amiben ott részesítik, hát ezt ebben a szemléletben meríték. Hát én annak idején jártam ki, nem még 47-ben, sőt, hát újabban is, de hát nagyon sokat romlott azóta a helyzet. Tehát akkor még viszonylag friss volt ez a Max und Moritz, még mi annak idején odakinn a bátyámmal, amíg tanulmányozgattuk. Hát ez egy horror sorozat. Én aztán megkaptam valakitől ajándékot, Svájcból jöttem, ajándékot hoztam. Tudom, foglalkozol a mesékkel. Na hát foglalkoztam. Jó, tehát akkor még egy egészen apró utolsó, ötödik tétel, tanulságok a meséből. Tehát mint szentbeszédből mit tanulhatok? Tehát most szószékről hallom, most már nincs szószék ugye a katolikus liturgiában, akkor onnan, ahol éppen méltóztatik megszólalni, tehát onnan hallom szentbeszédként. Milyen tanulságokat tudok levonni belőle? Tudnék, ha nincs tanulság, akkor minek beszél? Tehát azt meg azért, hogy meg kellene kérdezni. De hát tételezzük fel, hogy van tanulság. Az első az kifejezetten a mi korunkra vonatkozik. Milyen a saját korunkra? Ez mit jelent? Az, hogy halak szellemiség, szűztestiség. Ezt nevezzük halálzónának. Miért? Hát ez jelöl ki egy olyan zónát a bennünket körülvevő univerzumban, hát amelyikből mi csak elszívó erőt kapunk. Közvetlenül teremtő erő közvetlenül innen nem szól be. A teremtő erő közvetlenül a rámerőleges zónából szól, ami gyakorlatilag az égbolton a tejút sávjával van kijelölve, és aminek a szellemi értelemben vett meghatározó az a nyilas, a testi meg az ikrek. Na most ebben milyen népet találunk otthon? Hát a magyar többek közt, tehát az így feszítő népeknek ez a nagy családja. Tehát itt a szellemiséget, a nyilas tulajdonságok, ennek keleti állatövben a ló a megfelelője, tehát ez ilyen értelemben lovas nemzet, ilyen értelemben. Aztán lehet gúnyolódni persze rajta. Na és a testetöltés pedig mindig ikerpárként, és miután a hatalmas szellemi javadalomnak a letéteményese, tehát soha egymás ellen nem harcol az ikrek. Soha. Tehát ennek a képviselője, hogy a nyilas tulajdonságoknak Nimród, a testetöltésnél pedig Hunor és Magyar. Hunor soha definíciós módon nem harcol magyar ellen, és magyar se Hunor ellen. Miért? Mert mi a fenének? Annyi szellemi energiát kapunk, hogy nem hogy kettőnknek elég, hanem még van egy járulékos feladatunk, hogy még osszuk tovább. Tehát a magyar nem ott fejeződik be, hogy ő jól él, hanem hogy már szellemi értelemben, vagy lelkileg, vagy testileg, mind a három tekintetben. Hanem úgy, hogy a javadalmát igyekszik felkínálni, nem ráerőszakolni, felkínálni. Nem tudom, érthető. Például fölkínáljuk a nyelvünket, egy teremtés közeli, hallatlanul gazdag nyelv. Fölkínáljuk a tótnak, kell neki? Nem. Akkor minek erőltessük? Én fesztek vele? Hát minek erőltessük? Kínálom a románnak, kell neki? Nem. De és akkor miért dühöngünk? Hát nem is való neki, de ezt én így nem mondhatom ki. Fölajánlom neki, elmondom, mitől lenne fontos. Nem kell neki, nem kell neki. És ugyanígy a szerbnek fölajánlom, a horvátnak felajánlom, az osztráknak fel, nem kell. Gyerekek, kösz, megmarad nekünk. Ezzel együtt a előnyeit természetesen nem titkolom el, közé teszem, kell nektek, kell, nem kell, nem kell.
két lépést nem tudtok előrelépni. Egy statikus nyelvhasználati rendszerben nem tudtok előre jutni. Soha. Meg fogtok merevenni, egy mázat fogtok képezni. Ennyi. Csak egyet ne kívánjatok, azt, hogy mi fölzárkózzunk hozzátok. És ha ezt a vezetőnk mondja, akkor azt a vezetőt letesszük. Nem tudom, értető-e. Le kell tenni. Igen. Tehát, ha minden áron föl akar zárkózni, és mondok erre egy nagyon konkrét példát. Hát most elirigyeltem Grácz Antalnak a módszerét, tehát igenis kell a konkrét példa. Tehát adva van egy ilyen csillagmitoszi, vagy nevezzük asztrálmitoszi rendszer. Ebben vizsgáztatunk népmeséket, vizsgáztatunk népművészeti alkotásokat, tehát olyat, ami vizuális műveltségünknek része. Igen ám, de nem áll meg a magyar művelődés történeten belül ezen a szinten. Tehát nálunk nagyon hosszú ideig, és elvileg akár ma is, nincs külön alacsonyabb, meg magasabb műveltség. Tehát nem tudom, hogy itt elhangzott-e, vagy én nem figyeltem, vagy... Tehát az, hogy ha én végigmegyek a magyar művelődés történetén, és ezek mind most már könyvalakban megjelentek, akkor az 1500-as évek második felében a következő nagyon kellemes események zajlanak le. Először is megjelenik a porondon egy Kopernikusz nevezettű jó elvtárs, aki fogja magát, és áthelyezi a mindenség központját a Földről a napba. És nem veszi észre, pedig ő papi személyiség, tehát ne felejtsük el, klerikusról van szó. Elfelejti azt, hogy a Földet nem a csillagászati értéke tette központtá, hanem a üdvtörténeti értéke. Nem a nap középpontjában, de nem is valamelyik napkoronára született le a világ megváltója. Tehát ennek a üdtörténetben van kulcs szerepe, nem pedig, hogy mondjam, csillagászati értelemben. Tehát mit csinált? Valamiből, ami az igazi jelentőségét csak központi helyzetében tudja elárulni nekünk, abból periférikus jelenséget csinált. Tehát egy bolygót még ráadásul nem is a jelentősebbek közül. Na most csak egy gyors analógia. Ebben az időben, ez az 1500-as évek, most nem emlékszem, 46-ban vagy valahogy így történhetett, ebben az időben, ugye pontosan 1541-ben, egy olyan nemzet, amelyik addig Európa központja volt, akár honnan indultam el felé, mindenütt a központnak adódott, de súlyában, jelentőségében, szellemi és anyagi vonatkozásban egyaránt, abból egyik pillanatról a másikra perifériás jelenséget csináltak. Lehet ez büntetlenül csinálni? Hát gondoljuk meg egyszer egy sejtnek a magját, kidobják a perifériára. Mi lesz abból a sejtből? Mi lesz Európából? Hát az a koszfészek, ami jelenleg van. Tehát, hogy érthető legyen, itt nagyon nagy változások történnek. Most ahhoz, hogy ez betűnik, és most végig tulajdonképpen ugyanabban a rendszerben gondolkozunk. Na most, ha megkérdezem, hogy és még mi történt ezzel párhuzamosan, mert ez önmagában, hát Istenem, nem örülünk neki, de hát akkor is volt. Igen ám, de ugyanebben az időben megjelenik a Gresham törvény. Tudjuk, mit jelent a Gresham törvény, ezt már megbeszéltük. De kiderült, hogy ezt nem is Gresham, nem Lord Thomas Gresham találta, hanem ugyanaz a Kopernikus. Ugyanaz a Kopernikus, aki a Földből periférikus jelenséget csinált. És pedig a közzétett, tehát publikált műve, amiben ezt kifejti, 1526-ban jelent meg Nürnbergben. 1526, gondolom, senkit semmire nem emlékeztet. Tehát, hogy érthető legyen, itt a magyar sors az nem egy sors a többi között. És erre már tessék már szépen lassan azért rádöbben. És hogy mi kinek köszönhetjük ezt közvetlenül. Tehát, hogy magyarul ki a felelős azért, hogy az emberiségnek egy központi jelentőségű tételéből periférikus és azóta is folyamatosan sanyargatott és kiirtani vágyott és igyekezett tételét tette, akkor erre is meg tudjuk adni a választ. Tudjuk, erre az időre, ne felejtsük el, 1500-as évek második felét írjuk, sőt, még hát 46, az még 26, meg még inkább előtte van a közepének. Tehát azt hiszem, már közvetlenül Európában két nagy bankház
van csak életben. Többi összes ezektől függ. Alpoktól délre a Medici bankház, Alpoktól északra a Fugger bankház. A Fugger bankház erre az időre már a fél lábát betette Magyarországba. Turzók egyik férfi tagja már Fugger lányt vett feleségül. És már az északi bányavidéket már félig meddig kézbe tartja. Na most ezt nem részletezem, mert ez egy hosszabb történet, csak hogy érezzük majd ennek a végjátékát. Hogy tudnélik, ebben a helyzetben egyetlen olyan mozzanat van, amikor érezzük, hogy na most itt tényleg a gondviselés szólt közbe. 1515, de 13, bocsánat, 15-ben is van valami, de 13. Mi történik? Bakócz Tamás közvetlenül a pápai trón közelében van. Tehát egy szellemi vezetést magyar módra meg lehetne még egyszer kísérelni. Hogy ő erre alkalmas lett volna, hova? Vannak jeleink, amik azt mutatják, hogy igen, alkalmas lett volna. Tehát őt az előző évben már megválasztották pápának, a pizai zsinaton. És ő lemondott róla azzal, hogy még él a pápa, addig ő nem fogadhatja el. Most kíváncsi, hogy ezt hány ellenpápa tette volna meg a helyében. Tehát itt egy olyan erkölcsiség működik, ami nálunk a királyválasztásoknál volt. Hát állandóan tetten érhető, hogy akármilyen vacak a király, amíg a fején, a korona érintette a fejét, és ő még él, addig én nem fogadhatom. Hát gondoljunk ilyenekre, mint Bethlen Gábor. Kezébe volt a korona. Pillanatokat megkoronáztathatta volna. De akár Rákóczi Ferenc is megválasztották magyar királynak. De már János Zsigmondot is megválasztották magyar királynak, és akkor is ott volt a korona. Tehát ezek becsületbeli kérdések. Csak ezek egyszerűen leszorultak a porondról. És ami nagyon lényeges, hát egy Medici bankházból származó olyan személy, hát akit 3-4 nappal előtte avattak csak pappá is, csak utána már következő nap püspöki, harmadnak már pápává. Ki volt ez? Hát ez a Giovanni di Medici. Hát ebből lett 10. Leó pápa. Tehát szinte nem hiszi az ember, de történeti tények. Először egyébként éppen Grácz Antal tette közé ezeket, de teljesen pontos adatolással. Tehát egy nagyon fontos kérdésről van szó. És ez azt jelenti, hogy egy olyan világ alakult ki itt körülöttünk, amelyik a deszakralizálást minden, de minden tekintetben gátlástalanul végezhette. Miért? Mert a Földből periférikus jelenség lett, rajta az egyetlen működési szabályzat a Gresham törvény lett. Ez azt jelenti, hogy egy káini norma. Te azt csinálsz az ellenféllel, amit akarsz. Ennek a kis kátéja az a Talmud, és a mai napig érvényben van. Senki nem hatástalanított. Más kérdés, hogy nem adják a kezünkbe, de ez most már egy másik, hogy mondjam, ez nem ide való téma. Nem tudom, követhető voltam. Most miért kellett mindezt elmondanom? Azért, mert ebben az időszakban, ebben a fél évszázadban, 1500 mondjuk közepétől végéig, három remek mű születik az úgynevezett magyar, olyan magas művészet, magyar magas művészet keretében. Az egyik az Bornemisza Péternek a Magyar Elektrája, ami minden közhittel ellentétben nem fordítás. Semmi köze fordítás. Tehát bizonyos részeket felhasznál a ókori, tehát a Szofoklészféle Elektrából, egyébként teljesen más, az egész dramaturgiát ott teljesen más, tehát pontosan ott indítja, ahol befejezi Szofoklész, tehát szabály szerint fejreállítja, és bevezet egy új szereplőt. Hogy hívják? Parazitus természetesen. Tehát az ezelőtt megjelent utolsó előtti könyvemnek ez is a címe. Mert ugye ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Parazitus színre lép. És egy olyan zseniális valaki, aki azonnal észreveszi, soha se előtte nem vették észre, se utána, semmi nyoma nincs, se drámaírásban, se regényírásban, annak, hogy valaki észrevette volna. Ha én bevezetem a Földet 8. bolygónak, mert ezzel ő bevezette, hát tudjuk, a Szofoklészi dráma már 7 bolygórendszerben fogalmaz. És abban van egy néma szereplő, ugye. Na most ez itt nem néma szereplő, és Parazitus a neve, és úgy is viselkedik. Tehát azt jelenti, hogy ha én periférikus jelenséggé degradálom a Földet,
óhatatlan, hogy a legjellemzőbb viselkedés, a meghatározó jelen viselkedés típus az a parazitizmus lett. És ma szóba se állnak velem. Tehát csak azt vizsgálják, hogy én most erősebb parazita leszek, vagy gyengébb parazita. Tehát itt szóba se jöhetek, ha nem vállam a parazitizmust. Semmi becsület, mi az? E betűnél erkölcs, hogy képzeled? Energia az van. T betűnél. Mi az, hogy tisztesség? Termelékenység az van. Tehát egyszerűen nincs a szótárunkban, alap kifejezések nincsenek. És most egy ilyen világban én még mindig nem ezért mondom el, hanem ugyanebben a fél évszázadban megjelenik még két olyan mű, amelyekre az ember azt mondja, hogy hát egyértelműen ebben a csillagmítoszi rendszerben fogalmaz, mert ki lehetett mutatni, ki is mutatta mind a két esetben. Az egyik az Gyergyői Albert, akit Gergely Albertnek nevezünk újabban, mert ez a valószínűbb kiejtési mód. Hát ő neki a Árgyilus királyfi és Tündér szép pillanat című szép históriája. Hivatkozom is a könyvben rá. Tehát ezt meg Vörös Martin Mihály a Csongor és Tündét akartam, tehát a Csongor és Tündében használja föl. És utána Illosvai Sejmes Péter, aki meg a Toldi mondát dolgozza, ugyanilyen csillagmítoszi keretrendszerben. Ezt is ki lehetett mutatni, és ebből meg Arany János gazdálkodik. Tehát itt egy fél évszázadon belül három olyan mű, amelyik mindegyiknél teljesen exakt módon ki lehetett mutatni, hogy igen, a csillagmítoszi rendszerben fogalmaz, de a legapróbb részletekig. És föl lehetett rá építeni későbbi korban, jóval később, századokkal később, hát remek műveket, további remek műveket. Na most mi történik? Belép a Habsburg uralom. Két és fél évszázadig nyoma sincs ennek a gondolkodásnak. Nem tudom, érted? Nyoma sincs. Tehát hát iszonyú, hogy mit küzdöttem a szigeti beszedelemmel. Nincs meg benne. Nem lehet beleerőltetni. Mint ahogy nincs meg Tolsztojban, nincs meg Dosztojevszkijben, nincs meg Flaubertben, nincs meg Balzacban. Tehát amit mi úgy veszünk, mint az európai műveltségnek a csúcs, és tényleg csúcsok, tehát a maguk nemében ezek nagyon kiváló alkotások. Nehogy ma azt mondja valaki, hogy Tolsztoj olvashatatlan. Tehát, de úgyis, és nagyon tanulságos, de semmi nyoma sincs ennek a rendszernek. És nálunk pedig abban a pillanatban, hogy a magyarság először megint magára találhat, mikor reformkorban. Még be se köszöntött, még el se mondta a nagy beszédét Széchenyi, már megjelenik újra. De még Bessenyeinél nem. Miért? Mert Bessenyei még Bécsben kapta a kiképzését. Tehát abban a pillanatban, hogy a felzárkóztatás még érvényes, nem tud érvényesülni. És már Fazekasnál tökéletesen megjelenik a Ludas Matyiban. Utána néhány éven belül megjelenik a Katona Bánkbányában tökéletesen, tehát semmiféle, hogy kísérletezünk, hát ha sikerül. Utána megint csak néhány év, és a Csongor és Tündében néhány év. Petőfinél ott csak a Táró az, amelyik egy ilyen átkötő tagozatot ad, de abban is a hétbolygó rendszer a meghatározó, ő nála legalábbis biztosan. És akkor utána Arany János jön, természetesen 12 ének, 12 állatövi, egy teljesen tisztán kimondva, félreérthetetlenül. És utána jön a szabadságharc, de nem tudnak lefolytani. Utána Madács még olyan gyönyörűen adja az ember tragédiájában, hogy az egyik tanítványom végigvitte a kicsi éves menetben, én végigvitte a precessziósban, tökéletesen együtt van mind a kettő. De nem nyoma sincs máshol. Hát máshol is van, hogy mondjam, az a fajta, hirtelen ki akartam mondani, a drámai költemény, tehát az a műfaj, ami akkor született tulajdonképpen, ez egy hiány műfaj, tehát nem lehetett a drámát bemutatni, akkor megírjuk drámai költemény címet. Nincs a többiben. Pedig hát akkoriban Európában elég sok ilyen született. Tehát, hogy érthető legyen, magyar népművészet nincs egyedül ezzel a sajátosságával. Azzal, hogy tulajdonképp szentbeszédként használható, és ez a funkciója is. És itt nincs határ Madács és mondjuk egy Király Zsiga között. Nincs határ, nem ott van a határ. Király Zsiga között meg egy, mit mondjak, egy egyébként nagyon kiváló, jó erkölcsű templomlátogatóhoz. Ott nagy határ van, vagy egy magyarországi festett kazettás mennyezet, és a szomszéd faluban, ahol más svábok laknak. Ott is van kazettás mennyezet egy teljesen más rendszerben. Teljesen. Tehát ez, ami nálunk
képírásban megfogalmazódik, amiből ebben a bizonyos három magyar szentképben egy kazettát idéztem, nyoma sincs máshol, de szó szerint nyoma sincs. Tehát ez azt jelenti, hogy nálunk egy egységes művelődés volt, és a népművészet azért rendkívül fontos, mert amikor a szószékről vagy önként egy jobb díjazás reményében, vagy biztosabb díjazás reményében már nem hajlandó ezt a szentbeszédet mondani az illető, hanem kimegy Utrechtbe, kiképezik. És ott aztán, ha visszajön már, aztán itt egy fű nem nő, nyomán meg, de még dudva sem. Tehát lényeg az, hogy teljesen kiírtják ezt az érdeklődését. És hát teljesen független, most Utrechtet mondtam, de ha Rómában megy ki, ugyanezt kapja. Csak egy másik felekezetnek a vonulatában. Tehát ha onnan a lelki pásztor valamely oknál fogva már nem csinálja, nem hirdeti, nem alkalmazza, hova kerül? A pásztorhoz. A pásztor. Érdekes mondani, nem a paraszthoz, a pásztorhoz. Mert azzal a szabadsággal, amivel ezt tovább lehet vinni, ehhez egy nagyon nagyfokú függetlenség kell. Paraszt vasárnapról vasárnapra ellenőrzés alatt van. Ne felejtsük el. Pásztor nem. Tehát a pásztor bizony megőrizhet olyan javadalmakat, amiket ő a legszemélyesebb tárgyain képi formában megőriz, és ha jön a nadrágos ember, mondjuk egy magyar tanító akadémikus, akkor ő szél ellen 100 méterről látja, hogy ez most kiveszi belőlem, amit ő akar, hogy mondjak. Majd utána 2 nap múlva már jön a csendőr, majd utána jön a felszabadító szovjet hadsereg. Tehát nem lehet ezzel a örökséggel könnyelműen bánni. És akkor mond neki valamit. Hát az a szarvas ottan eszeget, az a madár csipeget. Ugye? És a mai napig ezt tanítja kellemes folkloristánk. És nem hajlandó bele. Mindenütt máshol már leírják, hogyha a madár szájából, a csőréből így jön ki egy növényinda, hát ez a beszélő vagy éneklő madár. Nem. Magyar madár nem beszélhet, nem énekelhet. Elég baj az, hogy a mesében mégiscsak teszi, majd lecseréljük a mesét. Egy Janikovszki mesében, ahol biztosan nem fog beszélni. Tehát, hogy érthető legyen, hogyha egy szarvasnak így tátott szájából árad ki a gyönyörű inda, eszeget, érthető. Na most a mai vadász is, ha méltó erre a névre, ha elejt egy szarvast, és kiviszi az erdőből, úgy fordítja a kocsin, hogy a szájával, a fejével az erdő felé legyen, és a szájában egy lombos ágot tesz. De nem azért, hogy eszegeti még hótában is, mert ilyen hülye ez a szarvas, mert magyar szarvas, hát milyen legyen, ha nem hülye. Tehát csak, hogy érthető legyen. Hanem azért, mert búcsúzik az erdőtől, de el is mondja, ha megfeledkezik magáról, de ha megnéz engem, azt mondja, hát, hogyha akadémikus, akkor már nem mondja. Tehát még mindig él, még a leghétköznapibb dolgokban is él. Hát ez a beszélő állat tipikus esete. És nyilvánvaló, hogy növényszerű lesz. Miért? Hát mert itt a növekedés, abban a pillanatban, hogy elhagyja a számat, ez most már energiaformában megy tovább. Én meg állat vagyok, hát most lehet tapsolni. Miért? Mert én állapotszerűségemben adom ki magamból. Tehát ez egy folyamatos egymásból fakadás. És abból az egyik levél leválhat, mert egy levél mit csinál, leválhat természetesen, és akkor abból mi lesz, abból meg madár lesz. Tehát az 2 pillanat alatt le tudom rajzolni. Tehát ez egy teljesen magától értetődő, folyamatos állagváltozás. Tehát az állapotszerűség, folyamatszerűség, anyagszerűség, energiaszerűség. De hát én ezt nem is folytatom, jó? Nem azért, mert nem lenne rá alkalmas a tisztelt társaság. Egyik fele, aki nagyon unta, az már hazament. A másik felének talán azt a pár példát azért még hadd mondjam el. Ugye a halálzónából, amiben most vagyunk, hát ezt egy kicsit túl részleteztem, elnézést kérek, de ennek ugye a 2 végpontja a szűz, és hát a halak. Na most nem tudom mennyire ismert, az öreg halász és nagyra vágyó felesége. Mennyire ismerős? Hát gondolom férfi tagjainknak inkább a nagyra vágyó felesége az ismerős, de a
halász, az ezért ott van. Tehát ez teljesen tipikusan adja ezt a kapcsolatot. És az is fölmerül, hogy itt a gond az nem a halak, tehát nem a szellemiségünk terén van, mindig a szűz irányából jön. És ez mindig egy lépcsőzetes tudásszerzés. De ez, ha a tudást hatalomnak tekinti az illető, miért ne tekintse annak? Teheti. Abban a pillanatban hatalomnövelés lépcsőzetesen. És nincs visszacsatolás. A szűz nem ismer visszacsatolást. És ne felejtsük el, ez a szűz mindig Ószövetségre hivatkozik. Sohasem Jézusra. Miért? Mert egyből idézi. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be földkerekséget. Jó, van atyám, de meddig? Nem tudom, érthető. Sehol önszabályozás, sehol visszacsatolás. Érthető? És most hol tartunk? Hát itt a végjátékban. Tehát addig szaporodtunk, addig sokasodtunk, hogy már csak tömegpusztító fegyvert lehet bevetni. Ami lehet élelmezési fegyver, lehet, tudom én, koronavírus című fegyver, hát és nem tudom, hogy hányan léteznek még a világon, akik elhiszik, hogy spontán módon robbant ki a koronavírus. Mint ahogy a cunami is például. Tehát megvannak már az eszközök arra, hogy tömegpusztítást a legszabványosabb módokon. És akkor föl lehet tenni megint az akadémikus kérdés, hogy csak nem fogod elképzelni, hát mi ez egy Kína esetében 400 ember? A gyerekek, itt még csak próbáról van szó. Még azt sem mondom, hogy főpróba. Hát én erre pontosan elég ennyi. Működik, erről van szó. Na most, ennek van egy ellenpróbája, ez pedig a restmacska. Biztos ismerjük a mesét. Hát lusta az asszony. Lusta, ilyen előfordul. Legjobb családban is. Általában valamire hivatkozva lusta. És ez a valamire való hivatkozás, ez például lehet, én most elveszek mondjuk, hát most magyarkodjunk egy kicsit, elveszek mondjuk egy német nőt, vagy osztrákot. Hát abban például így van fönn az orra, már csak az orlikával társalogatok. És ebben elég irügyet lát arra, hogy most akkor ő ne dolgozzon. Miért? Hát mert ő eleve alacsonyabb rendű. De azért ismerjük már föl, egy osztrák vagy a németnek ez a magasabb rendűsége, ez min alapul? Hát egy választott nép ideológián. Hát ez nem a német ideológia része. Hát honnan indul el? Hát most már ki nem mondják. Tehát ezt csak azért mondom, hogy lehet a németben, hát elsősorban ebben német fölény érzékeltetésként találkozunk vele, de próbálnak csak egyszer egy izraeli üzletemberrel tárgyalni. Már kerültem olyan helyzetbe, nem én tárgyaltam, de messziről tudtam belehallgatni. Ne tudják meg. Na, tehát lényeg az, hogy ugyanaz a gőg, ugyanaz a teljesen alaptalan, de kodifikált, nem tudom érthetője, van írásos alapja, tehát lehet hivatkozni rá. Ennyit erről. Hogy én most minek tekintem az ő kodifikált alapját, az őt nem érdekli. Sikerült eddig elfogadtani? Igen, hát akkor mit szólok én bele? Tehát egy nagyon kidolgozott rendszerrel állunk, ne felejtsük el, végjátékban vagyunk, itt nem kísérletezőkkel állunk szemben. Tehát egy teljesen profi módon kiképzett. Nem mondtam, hogy bandával, de egy kis társasággal. És nem is olyan nagy a társaság. Miért nem olyan nagy? Mert akkor sokak között kell elosztani a lóvét. Tetszik tudni? De nehogy már azt higgyük, hogy ez egy nagyon népes társaság. Meg lehet találni őket. Azért senki ne húzódjon vissza. Na, ennyit erről. Tehát a restmacskánál hát tudjuk, hogy mit talál, de egyszer nem lehet ennek ellenszerét. Ha ő egyszer fölényesnek tudja magát, akkor ezt érezteti a férje kapcsolatban. És akkor mit talál ki a férj? Rászól a macskára. Magyarul fölfedezte, hogy milyen tulajdonság teng túl az asszonyban. És rászól azt mondja, ide figyelj, én most kimegyek a mezőre dolgozni, hazajövök, ha nem fogsz ebéddel várni, nem fogsz kitakarítani, mert minden, ha nem ágyazod be az ágyakat, mert ezt mind nem csinálja az asszony. Nem, milyen büdös. Nem csinálja. Hát akkor itt verés lesz. És akkor tényleg hazajön, hát furcsán néz rá az asszony, megbolondult a férj, hogy miért mit vár el a macskát, hogy söpörgetni fog. És akkor hazajön a férj, azt mondja, hát hogy? Piszok mindenütt, ágy bevetetlen, hol van a vacsora, sehol. És előveszi a pálcát, és piszkosul elveri a macskát. Hát egy kicsit úgy csodálkozik az asszony,
aztán este ráparancsol, hogy na most aztán tanultál, remélem a verésből, hogy akkor holnapra itt minden ragyogjon. És amit elmondtam, elmondtam. Megint kimegy, megint vissza, megint semmi. És akkor fogja magát, ja, és akkor a nő elkezd reklamálni, hogy de miért bántja, hát az nem tud. Maga ne szóljon bele. És akkor fogja magát, annyira sajnálja a macskát. Hát a macska ártatlan. Ja jó, akkor a hátára kötözöm. És akkor a hátára kötözi a macskát, és akkor úgy veri. Na most ez már egy kicsit azért úgy érzékelteti az asszonya, hogy itt tényleg komoly gondok lehetnek. És egyben érzékeltet két, legalább két dolgot. Hogy nem a halak felelős a gondokért, hanem a szűz. Tehát amikor a szűznek lenne, mert annak aztán tényleg az elvégezhető munkának a nagyon alapos, nagyon lelkiismeretes elvégzés, ez a feladat, ez a fő feladata. És akkor őt kell. Na jó, de ő szigorúan össze van kötve a halakkal. Tehát ha ők nem tudnak egy működő egységet kialakítani, akkor én hiába verem a macskát, csak a te hátadon fog majd vérezni tőle. És harmadik napnál furcsa módon az asszony söpröget. Lehet, hogy ez ismeretlen most ez a fogalom. Főzi a vacsorát, beágyaz, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy nagyon lényeges tudni, mi most szellemértelemben a halakban vagyunk. Ez csak egy rendkívül nagyfokú bizonytalanságot jelent. Nem tudom, mi a célom, nem tudom, mit akarok, és ezért keresem itt is, keresem ott is, szaladok innen már azonnal, megy a hit Gyülibe, akkor ott is megszagul valamit, akkor megy ide az ezoterikusokhoz, akkor ott is, akkor megy ide mondjuk a MSZNP székházba. Van még egyáltalán MSZNP? Na, akkor már az már nincsen. Akkor mi van? MSZP, az még van, nem? Az sincs már. Na mindegy már, hát, amelyik a legvörösebb vagy legliberósabb, tehát minden, ahol lehet tanulni, sokat lehet tanulni, nagyon sokat. Tehát minden esetre rohangat, majd csak megmondják, hogy én mit akarok. Pedig hát minden tévéműsor erről szól, hogy én mit akarok. Na ennyit erről. Tehát akkor a következő, ennek a kornak, ami annyira büszke az információ sokaságra. Megvan a maga népmeséje, melyik az. Ne felejtsük el, hogy a keleti zodiákusban, keleti állatövben ennek a kornak, tehát a halak hónapjának mi a megfelelője, milyen állat jelöli? Kakas. Kiskakas, nyémánt, félkrajcárja. Mit jelent? Nekem az egész szemétdomban, amit úgy kínálnak, hogy információ bőség. Értető? Egyetlen kis félkrajcár lenne fontos. De egyre csak hordják rá a szemetet. Tehát nem a krajcár bővül, hanem a szemétdomb. És miért félkrajcárt keres, miért nem egészet? Mert én azt keresem, aki majd a másik felét megmutatja. Mert azzal együtt vagyok teljes. Tehát egy nagyon szép mese, ez a világvándor a herceg, ezzel is fejeződik be. Ott gyűrűről van szó, hogy már egymás ellen harcol a két testvér, pedig egymást keresik. És akkor végül is arról ismeri föl, hogy véletlenül kiesik a kemléből egy fél gyűrű. És akkor összepróbálják a kettőt, te vagy a testvérem. Na most én ezt keresem, bármilyen furcsa. És minden előadás tulajdonképpen már csak ennek szól. Miért? Na többi úgysem fogja komolyan venni. Teljesen mindegy, hogy én mennyire hát vagyok optimista, vagy mit kiteszem a lelkemet, nem fogja komolyan venni. Már készek az ellenérvei, már megvan, hogy mit fog mondani majd otthon, milyen hülyeséget hallott itt sorozatban. Tehát semmi baj, menj haza. Ugyanezt tette Noé kortársa is, amikor lehülyézte ott Noét, és hazament, és mondta, tudod, milyen hülye ez, te csinál egyen bárkát. Tehát ne hülyéskedj már. Hát láttam egy felhőt az égen. Tehát ez ilyenkor nem szabad más tenni. Keresem azt, aki felmutatja ezt a másik. Na most azt is kell tudni viszont, és ez is ide tartozik, hogy azért, mikor már megtaláltam a félgyűrűt, ami hozzám illik, már ott van a török császár. Bezony, bezony, bezony. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy én itt felvágok-e vele, mutogatom-e nagyon, meddig mutatom neki,
mert most nagyon-nagyon rászálltak erre. Nem tudom, figyelték-e, Csontvári évforduló volt. Amit mocskolni lehetett Csontvárit, minden, de minden megtörtént. Minden. De a legelképesztőbb módokon. Tehát itt nagyon vigyázom most már, hogy ahogy jön előre a jó, mert tényleg jön előre, lehet látni. De nagyon vigyázunk, hogy mit bocsátunk összemlére. Mert aki hát a kincset is a disznók elé szórja, ne csodálkozzák, hogy nem csak a kincset fogják, hanem őt magát is fölfalják. És nagyon készülnek erre. Ezt persze már régen ígérem. Azt mondja, hogy jó, de hát ezt most megbeszéltük. Most egyes képek jönnek már csak. Például Tált és Csikót, azt tudjuk, a ló az a magyarságnak a szellemi javadalmait jelenti, annak a nyilas, a nyugati állatövben a megjelenítője, és a ló a keletiben. Milyen állapotban találja meg jellemző módon a magyar mesehős? Most nagyon vigyázunk, mit válaszolunk. Tudnék, megtalálja ő aranyszőrű paripa formában is, de azt a boszorkány ajánlja neki. Sőt, már a boszorkány két lánya, majd ha elolvassuk a Pelikámos mesét, már a boszorkány két lánya is ló formájában jelenik meg. Ismeri rá bennük a saját szellemiségedet. Na ez a Janikovszky mese. Nem tudom, értető. De akár a Grimm mese. Ismeri rá. Na most, ha ráismersz, soha nem találsz haza, soha nem találod meg azt, akit meg kell találnod. Miért? Mert benne föl kell ismerni azt, aki úgy is eltűnik, amikor már használni akarod, és akkor karóba kerül a fejed. Tehát megtévesztés céljából van. Na most jelenleg ez a legveszélyesebb. Bocskai ruha, nagy magyar szövegek. Nem tudom, találkoztak-e velük. Na most ebben fölismerni, tehát ide figyelj, te boszorkány lánya vagy. Hát sem képzeled, hogy engem meg tudtál téveszteni. Aztán, amikor már kiderül, hogy tényleg nem tudta megtéveszteni, tehát a hős, ez most a Pelikán mese végkifejlete, már ebben a szakaszában, és akkor három fokozatot ajánlna, ez elhangzott itt. Tehát, hogy az elsőben aranyat természetesen mindent kincsben. Több lesz a fizetésed. A másodikban olyan öltözéked lesz, tehát a mutatványosság, tehát ott fogsz mutatni a világban. Leszel valaki. És a harmadiknak aranyszőrű paripák. Hát akkor ez egy jó boszorkány. Hát akkor a saját tényleg. Na itt van a barbatükk. És az a gyönyörű a mesében, hát ezt most nem mesélem el részletesen, csak ott hát az egész mese precessziós rendben megy. Tehát ez egyértelműen kiderül, így az első két ilyen dramaturgia egység esetén rögtön lehet vizsgáztatni. Ez mit jelent? Tanulságai elsősorban nem az egyénnek szólnak, mert precessziós nagyságrendben mi nem tudunk egyénként élni. Tehát az 26 ezer év a mai kerekítve egy kicsi évhez képest, egy 365 napból álló kicsi évhez képest. Hát ilyen nagyságrendben mi nem tudunk egyénekként élni. Na de népként tudnánk, ha engednének. Tehát ezek a tanulságok már a népnek szólnak, annak, akinek hát nem két-három évszázada múltja, mint ahogy próbálják nekünk beadni, hanem bizony ilyen nagyságrendben van. És a tanulságait is tudnánk használni ilyen nagyságrendből, de ez nekik nem előnyös. Ezt meg tudomásul kell. Igen, léteznek köztünk olyanok, akik nem szeretnek bennünket. Ez egy ténykérdés, ez nem olyan, hogy most akkor én gyűlölködésre használom, vagy nem. Vannak ilyen, vannak vagy nincsenek. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy vannak. Nekik, ha mi magunkra találunk, kétségtelenül nem előnyös. Ez semmiféle, hogy mondjam, megrovást részemről nem kaphat. Miért? Hát nyilvánvaló, a saját érdekeit képviseli. Nem is tud mást képviselni. Csak érdeket. Nem tudom, érthető-e. Tehát az egész szótárából az érdekképviseleten túl semmilyen más működési szabályzatot nem talál. Egyéni érdekképviselet, és legfőjebb szűk, ezt úgy szoktuk mondani, hogy maffia érdekképviselet. Erre tanítják óvodáskortól miniszterelnöki korig, egyfolytában.
Tehát ez azért nagyon fontos, mert miért gyűlölják? Tudom, hogy erre tanítják. És akkor hát ennek bizonyos következményei vannak, amivel viszont nekünk számolni kell. És az, hogy mi nekünk van egy többletünk, az őt előbb vagy utóbb, ha észreveszi, ez bizony gyűlölködésre fogja serkenteni. És itt tudunk tévedni, hogy akkor mi most majd visszagyűlöljük. Nem. Konkrét példa. Egyik ismerősömnek a közvetlen rokonságában ott van egy beházasodott román férfiú. És ráadásul a román nyelvű adásoknak valami szerkesztőjét Magyarországon. És egyfolytában úszít, és hiába magyarázzák nekem, most mire mégy ki itt? Nem kapsz meg mindent, amit megkaphatnál. És egyáltalán hát az a legnagyobb részét a magyarság, nagyobbat, mint amit meghagytatok itt. Mert eddig, amit elcsatoltak, az nagyobb, mint a maradék rész egészében. Hát akkor most mit akarsz még? És azt mondja, igen, de én tudom, hogyha egyszer fordul a kocka, ti akkor bennünket utolsó szállig kiírtatok. Szóval nem érted meg, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint ti. Azt ti csak úgy mondjátok, mert amikor fordul a kocka, kiírtatok. Egyszer nincs más mérce, nem tudja elképzelni. Tehát én meg akarom simogatni, rögtön abból indulok, hogy ütni akarok. És már kitámad. És lelő, mint hogy még egyáltalán megtudhatná, hogy én mit akarok. Az a biztos, hogy lelő. Tehát itt egy ilyen világban élünk. Na, tehát mondtam, hogy rövid példáim lesznek. Kicsiny túlélő, kicsiny csapatja azért fogyatkozik. Na most, tehát ez a tátos csikó. Tehát nekünk bizony a hídlás alatt, és úgy, hogy bizony a trágyadom alatt tudjuk megtalálni jelenleg ezt a csikót. Tehát a saját nemzeti tulajdonságainkat. Pedig benne rejlik a jövőnk. Hát hiszen az összes tanulság, amivel mi, mint magyarok, tudunk gazdálkodni, és nem csak a saját javunkra, a világ javára, az mind benne rejtőzik. Na most, aki nem vállalja, hogy bizony most nekem kell a nyakam, először is le kell ásnom, mibe? Hát most majdnem kimondtam, mibe. Hát miért? Mert összemocskolták mai napig, és minden percben mocskolják. Tehát nekem ebből a helyzetből kell kiemelni, nyakamba venni. Nagyon nem szerették annak idején, amikor először ezt megfogalmaztam, és a nyakamba jön a trágyalé. De hát ez benne van mesébe, tudom egyenesbe idézni. És akkor így kell elvinni a boszorkány tanya széléig. Na most hiába tudom, hogy ez már nincs közel, vagy nincs messze, tehát közel van már. De nem tudom, hogy milyen mértékegység szerint van közel. Tehát miért? Mert az időre vonatkozóan Jézus maga sem mondott semmit. Sőt, mikor kérdezték a tanítványok, megmondta, az időkérdés az atyánál van letéve. Tehát arra ő sem tud semmit mondani. Tehát azt jelenti, ez lehet két pillanat. Lehet, hogy még haza sem megyünk, már hatalmasat változott a világ javára. Már nagyon romlására nem nagyon tud. Tehát a lényeg az, hogy de lehet, hogy ez bizony hosszabb idő lesz. És addig nekünk, igen, a trágya lé bizony a nyakunkba megy. Ja, és a boszorkány és két lánya meg végig röhög. Nem tudom, most néha ezt a legnehezebb elviselni. De próbáljuk már meg. Hát nincs messze tényleg a boszorkány tanya kerítése. És utána pedig, hát bizony megrázkódik, és utána már ő visz bennünket. De hova? Hát ahova a lágyaink szólnak. Tehát mert minden, a saját hagyományunkból minden élethelyzetre a tökéletes példa ott van. Nem kell kölcsönözni. És legkevésbé olyan fórumokról, ahol meg városok népességét ugye, válogatott kínokkal végzik ki. Na, ennyit erről. Na most még egy boszorkány. Mi az az eszköz, amin a kardját élesíti? Nagyon jó, ismeri a mesét, nagyon jó. Tehát az egyik mesében, azt most ebben nem, azt hiszem, hogy egyik részében sem, idéztem egyenlően, a nyelvén élesíti. Döbbenetes a kép. Na most ez a népszabadság ideológia. De tökéletes, de mondhatok Talmud ideológiát, és teljesen mindegy, mert az egy és ugyanaz. Tehát most hiába szüntetnek meg egy lapot, hát ez akkor megy a másik fórumon. Akkor esetleg mondjuk kitűzőt vált, és akkor most már piros-fehérzőt kitűző alatt. Minden ugyanaz a boszorkány. És ugyanúgy bizony a nyelvén élesíti. Tehát döbbenetes képekkel van tele a magyar népi műveltség, és egyszerűen nem figyelünk rá. Van érdekes dolog. Hát a Pisztike egyszerűen nagyot nevetett rajta.
Na jó. Holott itt döbbenetesen fontos képről van szó. Jelenleg az emberiség pusztítása döntő részben a média segítségével történik. És amit elmondtam ebben bizonyos fél évszázadban, csak az egyik felét mondtam el. Az a bank. Na de a bank semmit se ér a média nélkül. Mint ahogy média sem ér semmit a bank nélkül. Egyszerre alakultak ki. Ne felejtsük el, Gutenberg. Hát addig egy ugyanazon ártékony hazugságot nem lehetett egyszerre sok helyre eljuttatni. Úgy, hogy az illetőknek esélyük se legyen ahhoz, hogy a tényig eljussanak. Tehát a hír leválása a tényről ebben a korban készül. Nem tudom, értettő-e. Na ebből lett a média, amit mi annak nevezünk. És ez azért nagyon fontos, mert semmit nem tud a bank csinálni, ha a médiá van, és ugyanabban a kézben. Ezt ne felejtsük már, ugyanabban a kézben. És az ember csak úgy várja, hogy már jó Isten, mikor ver már egy nagyot erre a mocskos kézre. Mert én már nem remélem, hogy én megérem, de még elvileg meg is érhetném. Ki mondta, hogy jó, na patkoljak el. No, de lényeg az, hogy hát azért mondják, tehát ne féltsük őket. Akkor még egy apróság, hol van a sárkány ereje? Ne felejtsük, ezek most szószékről elhangzó szentbeszédek. Hol van? Hol? Jó, de ott még van útvonal. A nyuszi fejében, egy iskátujában, és abban van a lódarázs. Na most, mit jelent ez? Sárkány ereje. Az jelenleg legyen a sárkány most. Az a csoport, amelyik a magyar nyelvű tanítás, magyar őstörténet, szerves magyar műveltség bevezetése ellen mindent bevet. Ez egy nagy hatalom. Tehát ez nem olyan egyszerű, ez tényleg sárkányi minőség, sárkányi méret is. Hol van az ő ereje? A mi kis hülye fejünkben, tetszik tudni? Tehát a nyuszinek a fejében, akivel el lehetett hittetni, hogy félni kell a sárkánytól. Nem tudom, érted? Tehát na most ennél nagyobb tanúság kell a mának. Hát most pontosan ez lenne a legfontosabb. Hangzik el ez a szószékről? Hát a mese meg egyfolytában ezzel zár. Hát a legfontosabb tanúság, hogy nem a sárkány erős, de még hogyha ragadozó, mondjuk állat lenne, mondjuk legyen egy oroszlán, hát műfogsora van, drágáim, ráadásul papírból. Papírtigriseket veszünk mi tényleges hatalomnak. Hát ne felejtsük már el. De tehát a legtöbb olyan hatalom, ami mutogatja magát, hogy ő milyen erős, semmi ereje nincs. Egy szélfúvásra elmegy. És mi meg még mindig abban vagyunk, hogy de akkor elvisznek Szibériába. Egyébként Szibéria szép hely, én történetesen jártam ott. Tehát teljesen más jelenleg az ilyenfajta, hát hogy mondjam, bátorságnak. A hátulütője. Nincs valójában, csak a saját gyávaságod, mert utána meg viszont szégyelted magad. Megtetted volna? Igen. Megtetted? Nem. Hát akkor szégyeld magad. Na most, azt mondja, hogy utolsó. Tehát, hogy tudjuk egyáltalán mi volt a fő bűnünk. Tehát az, ami népmeségben is megfogalmazódik, és ami jelenleg, ne úgy mondjuk, hogy fő bűn, mert azért van elég, tehát de egy nagyon pregnáns, átütő erejű bűn. Nem veszük komolyan a kegyelmi időt. Tehát azt, hogy van szent idő, szent helyen szent idő. Na most a népmeség egyik legnagyobb tanulsága ez. Például a Pelikán mese. Azért mondom ezt, mert talán annak a legolvasmányosabb a feldolgozása. Tehát, ha valaki azon kezdi, akkor tulajdonképpen egyáltalán nem veszít semmit, abból is lehet visszafelé menni. Amikor elérkezik már az Óperenciás tenger partjára, addig a fölfedezett és megszabadított, tehát a trágyadomból kiemelt tátos viszi. De vannak helyzetek, amikben én csak egyénként tudok, egy nemzet nevében is cselekedni. Mert azért a nemzet is egyének cselekedeteiből áll. Szóval ne felejtsük. Tehát az egyén felelőssége semmit nem csökken azáltal, hogy én most egy nemzet nevében, sőt, óriási módon felerősödik.
És ott már nem jön vele a tátos. Azt mondja, eddig tudtalak hozni. És akkor mi történik? Két fa az Operenciás tenger két partjáról összehajlik. És éppen most van itt ez az idő, tehát készülünk a szent idő, mert ez maga a szent idő. És akkor neki akkor az egyik fa csúcsáról át lehet lépni a másik fa csúcsára. És akkor tud átkerülni hova? Oda, ahol majd a végleges megoldást kapja. Tehát az öregasszonyoknak, a tiszta szűz tulajdonságoknak a területére. Na most, ha ezt egy fél pillanattal elmulasztja, annyi, az egész addigi működése nullázódik. Na most miért nagyon fontos ez? Hát tulajdonképpen a mi korunk egyik legfontosabb problémája az a Júdás kérdés. Tehát, hogy eszmények kezén hű tudok maradni, vagy elárulom őket. Ez nem csak magyar kérdés, ez egyetemes kérdés. Na most ehhez viszont tudni kell, hogy tulajdonképpen nekünk szólóan Júdásnak mi a legfőbb vétke? Ami lenne, hát elárulta Jézus. Jó, Jézust az árnyéka is elárulja. De nem tudom, érthető-e. Hát amikor Jézus maga mondja el, ki az, aki elárul engem? Aki velem együtt márt a tába. Ki márt velem együtt? Hát a tükörképen. Nem tudom, érthető. Vagy az árnyékom. Tehát önmagában ez még nem lenne örök kárhozattal büntethető tény. Hanem micsoda? Nem tudta kivárni a feltámadást. Tehát magyarul neki is járt volna, ingyen kegyelem korában léptünk át feltámadás pillanatától. Tehát neki ugyanúgy járt volna, mint a legtöbb halálos bűnösnek. És nem tudta elfogadni. Nem tudom, értető. Tehát nem várta meg a szent pillanat bejövetelét. Most az a baj, hogy bennünket naponta úszítanak. Olyan magyar ellenes ocsmányságokkal, amire már tényleg az embernek már nyílik a bicska a zsebembe. Mégis összehajtom és beteszem. Vigyázat, ez még nem a szent pillanat. Ezzel csak uszítanak. Ezzel csak arra, hogy most kezdjek el, mert akkor pillanatok alatt polgárháborút lehet, és akkor majd ők rendet tesznek. Tehát tudjuk nagyon jól, hát ez már többször is elhangzott, nem csak az én számból, más szájából is, már lehet hallani médiában is, ami azt jelenti, hogy már kezdik megszoktatni velünk. Hogy jó, le van zárva a határ, persze, hogy le van zárva, a földszinten. De a levegőben nincs. És a levegőben jönnek szépen a repülőgépek, és hozzák be a migránsokat. Csak ezeket nem így nevezzük. Ezeket nagyon kedves barátainknak nevezzük. És ezeknek bizony már teljes városrészek vannak kialakítva Budapesten. Az önálló kis települések vannak már kialakítva. Tehát ezeket kell tudni. Magyar emberek vagyunk, ez a hazánk. Kell tudni, igen, fölóhajtják hígítani a népességet, és ne csodálkozzunk, hogyha ilyen mértékben uszítják a fiatalokat, hogy menjenek külföldre. Miért? Mert itt lenyomja a fizetést, ott meg fölhúzza. Tehát ott most már beszélhet itt családról, meg beszélt, amiről akar. Hát belátható időnben 30-ra mondják. 2030-ra már kisebbségben lesz a magyarság. Meg van tervezve. Tehát itt forgatókönyvek alapján dolgoznak, spontánul. Csak egyel nem számítanak. És akkor ez az utolsó szó, mert végül is szentbeszédekről van szó. De ezt ne úgy vegyék, hanem tényleg vegyék nagyon komolyan. Egyel mivel nem számolnak? A gondviseléssel, szó szerint a gondviseléssel. Tehát ha ez nem működne, hanem csak az emberi számítási szerint, akkor magyarnak már régen nem lenne szabad lenni. Nem, hogy a Kárpát-medencében, a világon se. Tehát először második Szulejmán határozta el, még Buda el sem volt foglalva, ezt a példát el szoktam mondani, de nem lehet elégszer elmondani. Konkrét példánk van róla, írásos nyoma. Tehát még 41-ben esik el Buda, 1541, már 39-ben már összehívja a határainkon túllevő szandzsákokat. Azoknak a vezetőivel megkérdezi őket, hogy tudnak-e olyan valakit Magyarországon, aki nem áruló. Nem tudom, hogy ismerjük-e ezt a fajta kérdésfeltevést, amiben benne van a válasz. Ha életben akarsz maradni, csak úgy válaszolhatsz, hogy nincs ilyen. Nem tudom, érthető. És ezt tényleg ki is próbálja rajtuk.
Na most a lényeg az, mert hiteles tudósítás van róla. Tehát egy lengyel diplomata konkrét lejegyzése szóra. Most nem részletezem, a lényeg az, hogy ő eldönti, és ezt azt közhírré teszi, hogy olyan mértékben, azt mondja, hogy a teremtés óta, a világteremtés óta nem volt még, és nincs is olyan áruló nemzet, mint a magyar. Most ha valaki nem áruló nemzet, akkor pont a magyar. De ki lehet jelenteni, és körülnéz, hogy van-e ellenvélemény. Már addigra nem volt ellenvélemény. Majd mindjárt elmondom, hogy ők mit értettek árulónak. Mert az sem mindegy. Na most erre a következőket közli. Hogy ő elhatározta, hogy teljes hadával megindul Magyarország ellen, 39, még a teljes Magyarország együtt van. És az utolsó szálig kiírtja a magyarokat, de ez nem elég, hanem betelepít helyette másokat. Hát akkor éppen nem Palesztinából, hanem a krími tatárokat. Tehát megnevezi őket, a krími tatárokat, és hogy lássák, hogy mennyire komoly a szándéka, ő már azt az útvonalat, ami a Fekete-tenger északi partvonalától a Kárpát-medencéig vezet, már kiürítette. Tehát ha ott falu volt, azokat kitelepítette el, és mondja, hogy kiket hová, és a teljes útvonalat már szabaddá tette. És még Buda el se esett. Nem tudom, értető. Tehát teljesen megvolt tervezve a magyarság teljes kiirtása, és hogy még csak ne is tudjon még gyökérről se kiújulni, már a helyére a betelepítő. Most is ez folyik, csak most nem krimi tatárokat. Tehát, hogy érthető, nekünk már rég nem lenne szabad élni. Aztán, ha végig gondolják, mondjuk egy második József. Abban a tervben, ami az úgynevezett második bizánci terv volt, már nem volt Magyarország. Egyáltalán nem szerepelt. Semmi alávetett országként se. Egyáltalán nem. Aztán második világháború befejezése. Mi elfeledkezünk, hogy ott nem csak egyféle terv szerepelt. Tehát amikor a háború utáni helyzetet ki akarták alakítani, a földrajzi atlasznak hátsó borítójának a belső oldalán ott vannak, még remélem, hogy mai napig is. Mert ezek egy aránylag friss kiadások. Tehát ott van az a terv is, amit az amerikaiak benyújtottak. Na most abban nem függőleges irányban osztják Németországot, hanem vízszintes irányban. Tehát összesen van egy Észak-Németország, meg egy Dél-Németország. Tehát ott is elválasztják őket, csak ilyen irány. Na most hol van Magyarország? Sehol. Ebben a tervben nincs Magyarország. Tehát a Kárpátoknak a széléig ez mind Dél-Németország. És egyáltalán, mint hogy mondjam, kerület sem. Egyáltalán nem szerepel. Na most ezt majd köszönjük meg az amerikaiaknak, ha valaki nagyon-nagyon sokat vár tőlük. Tehát bármilyen furcsa, Sztálinnak köszönhetjük, hogy egyáltalán mi itt magyarul beszélget. Miért? Mert neki meg létkérdése volt, hogy mi maradjunk az ő oldalán. Nem tudom, értető-e. És csak így tudott megtartani. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy ő jó szándékból tartott meg. És ez egészen aránylag késik, valamikor 47-ben, vagy mikor, de hát 47-ben volt végül is aztán a véglegesítése a határoknak, de 46-ban még ez kérdéses volt. Egyáltalán nem volt biztos, hogy lesz Magyarország. Na most ez csak azért kell, hogy elmondjam, hogy nehogy már lebecsüljük ezt a fogalmat, hogy gondviselés. Tehát a magyarsággal szemben egyszer nem lehet a csoda fogalma nélkül hát megérteni, hogy egyáltalán hogy létezünk mi. Na de hát elnézést kérek, legyen már az utolsó mondat, de akkor éljünk is ennek megfelelő. Na hát akkor viszont én megköszönöm a szíves türelmet, figyelmet, mert ez volt azt hiszem az utolsó tanúságunk, de ha lett volna több, már az úgyse férne bele az időbe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, türelmet.